újra folytatjuk a Witcher-es kalandjainkat, srácok, túl a 120. órán, és hát megvagyunk az achievementek felével. Jelenleg így állunk a játékba. Megcsináltuk ugye a DLC-s területet még hát 1000 éve, kimaxoltuk. Ez a végigjátszás, aki esetleg nem követi régóta ezt a végigjátszást, annak mondanám, hogy 2016-ban végigjátszottam egy vagy másfél hónap alatt a játékot, legalábbis az alapjáték és a DLC-knek a fő sztoriát. És azóta hébe-hóba előveszük ezt a játékot, és most így újabban tanulunk gwentezni, valamint csináljuk a maradék mellékküldetéseket. Itt van Geralt a klasszikus T-pózában, nem tudom mi történhetett vele, srácok, de Geralt ma úgy gondolta, hogy T-pózban ébred. Ez a trónok harcás játék? Új, MRK, van baj. Szóval, hogy csináljuk a mellékküldetéseket, és mindjárt mutatom nektek, hogy a Skellige-n az összes mellékküldetést már megcsináltuk, és most így Velen területére tévedtünk, és ott nézzük, hogy mégis mi az, ami így hátra maradt. Hirdető táblák még vannak, mellékküldetések is vannak, már is mutatom nektek. Hát látjátok, így itt már nem sok minden van. Kérdőjelek azok bőven vannak. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 4 küldetésünk van, abból egy gwentes, ami így veleni. Witcher megbízásból azért hát látjátok, hogy bőven van veleni. Célpont? Úgy néz ki, hogy ezen a területen annó én annyira nem nyomtam a küldiket. De hát ami késik, nem múlik, srácok, most itt vagyunk, és csapatjuk neki. Mutatja, hogy mekkora keszeget fogott? Honnan szellőztetés van? Látjátok? Erre se gondoltam. Amúgy nem tudom, miért csinál ilyet nekem Geralt, mert hogy... Nem tudom, tényleg csak így a legutóbbi pár alkalommal vágta magát ilyen pózba. Lehet, hogy nem tetszik neki, hogy már mióta húzom, halasztom itt a kalandjait. Egy sorozat sem tart ilyen sokáig, legalábbis egy évad. Bocsánat, hogy beleszólok, de kettőt kivéve az összes gwentes. Komolyan? Kettőt kivéve az összes gwentes. Nem tudom, akkor nem figyeltél szerintem, szájba tekert csoki fagyi. Gwent, lóverseny, rendes küldi. Nem tudom. Elnéztétek? Lehet elnéztétek. Na. Egy 12-es szintű küldit fogunk most csinálni. A vérségi kötelékek nevet viseli. A Nilfgaardi tábor közelébe Geralt a távoli Nazairból származó nemes asszonnyal futott össze. Azért utazott a frontra, hogy megtalálja a fiát, egy katonát. Aggódott, mert a fia gyakran írt neki, de egyszerre a levelek elmaradtak. A táborban senki sem tudta, mi történt vele, de a nő nem hitte el, hogy tényleg nem tudják. Jutalmat kínált Geraltnak, ha kideríti az igazságot. Jaj, de játszanék megint, pedig már háromszor végigjátszottam a kiegészítőkkel együtt. Hát, ez egy örök kedvenc game. Én is csak azért nem kezdtem bele egy újabb végigjátszásba, mert látjátok, mennyi mindent lehet csinálni. De a main story-t azt újra szívesen megtapasztalnám, mert már rég volt. Geralt szerintetek egy ölelésre várt? Könnyen lehet. Na, most már megvan egyébként az itteni útjelző.
meg az az útjelző is megvan, úgyhogy bármikor tudunk majd ide jönni. Szállásmesterrel kell beszélni a nemes asszony fiáról. Ugye ezt a küldetést a legutóbbi streambe vettük fel. És hát az anyuka szerint nagyon érdekes. Nagyon érdekes, hogy nem tudni semmit a fiúról. A beosztása miatt is fura az egész történet. Ki vagy te és mit szaglászol itt? Munkát keresünk. Két kart, különös szemek. Witcher vagy? Kérdezi. Riviai Geralt? Nem hallott még rólunk. De biztos, hogy találunk itt munkát. Na hát, kezdjünk egy jó kártyázással. De nem akarod végigjátszani ezt a játékot, Madari? Let's lay him down. Egy jó kis Gwent. Na, srácok, a cél az inas barakás. A cél az inas barakás. Hadd szóljon. Nekem is folytatni kéne, lehet úgy is lesz, Gwent részét egyáltalán nem csinálta. És most, hogyha újra kezdenéd, akkor csinálnád, Zakika? Azt mondja, Északi Királyság. Miben jó az Északi Királyság, srácok? Kéne nekem valami csaló, ilyen cheat sheet ide a másik monitorra, hogy lássam, hogy melyik csapat ellen mit érdemes hozni. Eredetileg azért, mert nem értettem, meg akkor nagyba ment a HS, és inkább azzal kártyáz. Amúgy ezzel én is így voltam, hogy ha kártyázni akarok, akkor én is nyomom inkább a HS-t. Én annyira szeretem a Witcher-t, hogy megvan PS-re, Xbox-ra, PC-re és Switch-re. Én a Stardew-val vagyok így. Az eleje se tetszett. Sajnálom, Madari. Jónak tűnik amúgy ez a pakli. Egyedül ezt a tiszta időt, ezt cserélném le. Na várjatok, megnézem, mit mond a nagy internet. A nagy internet mit mond nekünk. Tehát... Gwent... Google Sheet, tehát konkrétan egy Google Sheet. Aha, hát ez elég durva. Nekem olyan kellett volna, hogy melyik pakli ellen mit hozzunk. Na mindegy. Nem lettem okosabb így pár perc keresés után, úgyhogy adjuk. Azt mondja, hogy a tiszta időt azt kivesszük, mert hogy ugye azt tudja a hősünk. Úgyhogy ezt cseréljük. Na, kettő átláthatatlan köd. Az nem kell. Hát kaptunk érte egy egyes kártyát. Na. Ő lerakott egy egyeset. Akkor én is lerakok egy egyeset. Pontosan ugyanolyat. Neki van parancsnoki kürtje. Jó, akkor letesszük a tehenet. A tehén azt tudja, hogy a következő körbe egy erős ellenfelet kapunk. És ő passzolt. Érdekes. Érdekes, hogy passzolt. Lerakjuk, és akkor megnyerjük. De a WoW is ilyen, nem csak azért játszottam azzal is, mert a többiek invitáltak. Jó kis WoW. Én kezdek? Milyen jó? Igen. Valami. Tessék. Felperzselés. Én jövök. Tessék.
Az igen, egy jó katapult. Na milyenünk van? Ez közelharci, ez távolsági. Aha. Hát ez szíves. Lehet amúgy el kell engedni. Az helyzet mindenféleképpen kell tenni. Hát már megint a parancsnoki kürtjébe jön. 5 lapja van. Jó, hát 2 parancsnoki kürtet elnyomott. Jó, én azt mondom, hogy passzolunk. Jó is lenne a WoW, de az tényleg vagy munkanélkülnek kell lenni, vagy streamernek, másképp sajna nincs elég időre. Hát igen, a WoW sok időt emész fel, az biztos. Az kemény. Az kemény, hőslappal kezd. Na. Jó, egy 6-os katapult. És lerakunk egy 6-os katapultot. Az gond lesz, srácok, hogyha ennyi ballisztája van. Mert akkor valószínűleg így elvár. Jó, ez jól állt. Bár még így, tehát az a helyzet, hogy ez sajnos bukta. Ez bukta, srácok. Hiába nyomunk ilyet. Akkor is egy... Elkalkuláltam magam. És ő is foltezte. Na, látjátok, erre se figyeltem. Oké, hát akkor... Brip. Feladjuk, srácok. Nem. Greetings, quartermaster. Üdv szállásmester. El kell, hogy verjelek. Tehát. Távolsági kártyákat nem nagyon hozott. Hát foltesztel nyomja én is, meg ő is. Na, tehát távolságit, azt mindenféleképpen elrolloljuk. Mondjuk a tiszta időt kéne inkább. Ez nem egy jó kezdés. Mondjuk lehet ki kellett volna venni, srácok. Na jó, tiszta időt kivesszük. Egyes. Jézusom, srácok, ez borzalmasnak tűnik. Na, hős lapot kaptunk. Vagy mi ez? Milyen lap ez, srácok? Hős, igen. Na. Kezdjünk. Dijkstra. Nyomod. Srácok, kicsalunk egy kis lapot tőle. Egy kevéske lapot. Feladja? Normális? Szerintetek normális? Távolsági lapokat egyre tudjuk állítani. Megnézzük. Na, ő is lakott egy Dijkstrát. Ennek nem örülünk. Ilyet a hajítógép. Na, mit csinál erre? Na, lehozzuk. Lehozzuk ezt. Elnyomja, igen. Elnyomta a napocskát. Na. Na, mit csinál erre? Mit lép erre az ellenfél? Ő is lerak egy katapultot. Válasz egy lapot az eldobott lapjait közölő, és játsz ki azonnal.
Ez különleges lap? Én azt hittem, ez fel fog egyébként húzni. Ez gond. Ez gond. Jó, hát. Jézusom! Mit lép erre az enemy? Ő is lerak egy katapultot. Úristen! Na jó, ezt akkor most kell elengedni. Tehát neki volt kettő katapultja. És van öt lapja, nekünk meg négy. Na hát, ha van égetése, akkor megszívtuk. Passzolt, passzolt egyet. Az helyzet nem fogunk tudni szerintem nyerni. Jézusom, mekkora jó már. Na jó, kezdjünk így. Hat lapja van, tehát még megverhet minket. És húzott magának egy... Na jó, ez full csaló az enemy. Szerintem nem fogjuk tudni elverni egyébként. Oké, egy tízeset rögtön levágott. Tehát, hogy öt lappal több van neki. Még parancsnoki kürtje is van, igen. Ide a jó szerencse kell most már. 5 lapból 13-at biztos össze tud hozni. Ez ebből le is hozta. Jó, hát akkor feladjuk. Ja nem. Még ki lehet játszani a vezérlapot. Most már jó lesz. Persze. Na, mit lép az enemy? Jó, hát akkor ezt... Még egy utolsó próbát adunk, srácok, ennek a dolognak. De szerintem nem fogjuk tudni elverni. Na, tehát kártyázunk. Igen, hatalmas nyeremények lesznek. Tehát akkor innen most szépen kivesszük. Kivesszük az átláthatatlan ködöt. Jó, és akkor beteszünk helyette egy... Ez mi is ez a tálca? Cseréld ki egy lapra a csatamezőn. Nem? Vezemír kell nekünk, és... ez a kék sávos. Jó. Így jó. Nilfgaardi pakli nincs. Nekem? Biztos van, de az még nem olyan jó. A tippel nem kérem. Tiszta időt is kivesszük, és az ostrom szakértőt berakjuk. Ja, nehéz ez a Gwent, én sem csináltam meg a küldéket. Hát, de csak azért nehéz, mert... Tehát, hogy... még gyengusz a pakli. Amúgy nekem ez egy elsőre tetszik, talán őt lecserélnem. Na, tessék, egy tízest, egy hős lapunk le. Na, lehet kettő fagyunk. Thaler. Jó sok kémkártyája van, srácok. Jó. Megerősítjük magunkat, srácok. Na, parancsnoki kültje is van. Nekem sajnos olyanom nincsen.
ezt elnyomjuk. Csak hogy levegye. Passzolt, de fura. Jó. Hát mi is passzolunk. Egy 10-es sárkázt raktam. Ilyet. Táler. Ő is a... Igen, hát ez várató volt, hogy ő is a laphúzást választja. Ez komoly. Mondom, nem fogunk nyerni ellene, sajnos. Ismét van parancsnoki kürtje. Hát lerakunk egy ilyet. A szívásot kéne valami a hátsó sorra nagyon. Hárommal több lapja van. Ezt hogy fogjuk megnyerni? Hát, hogy így VTF. Mi most állunk jól. És passzolt egyet. Jajjaj, srácok. Egyetlen egy lapom van. Hát ő 6 lapból biztos össze tud hozni 10-et. Mit csinál? Kipakoljuk mindenünket, srácok. Más nem tudunk csinálni. Igazából már meg is nyerte. Greetings, Quartermaster. Azt nézzük meg, srácok, hogy mit lehetne csinálni. Been a while since I played. Egy másik paklival. Van-e másik paklink, ami normális? Na, hát erről beszélek. Névgárdi császárságból nem sok van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13-at lehetne használni, ez kevés. Szörnyekből se tudunk. Skoyatánből se tudunk. Tehát, hogy van ez a paklink és csókolom. Sajnos nem tudunk. Nem tudunk másik paklival jönni. Greetings, Quartermaster. Honor and glory. Na jól van, hát akkor csináljuk a küldit. Régóta van itt? You look tired, Quartermaster. Been stationed here long. Too long, but the day will come when the Emperor's banner will fly first over Novigrad, then over Tretegor. We will all go home. Okay. Mutasd, mit árulsz. Hát tudunk venni valamit a paklihoz. Acél rövid kard. Tehát nála lehet venni egy olyan kardot, ami jobb, mint a rendes fegyverem. Az megvan? Nem, hogy használnál rajta egy elmejelet, hogy hagyja magát. Bárcsak. Bárcsak. Ezért jól lehúzzuk. Vegyed az új halpáncélt, a fejszéskesztyűt, azt is, a vadászkesztyűt is, mindent vegyél.
Nincs elég pénze? Jaj, de sajnálom. Találkoztam egy a fiát kereső asszonnyal. Ran into a woman, Nilfgaardian, who's looking for her son. I knew this one was stubborn. I did not know. Tudta, hogy egy nyakas fehér nép lesz. Nem gondolta, hogy felfogad egy Witchert. What if all Nilfgaard's mothers came to mi lenne itt, ha az összes Nilfgaardi anyja ide jönne a fia után kutatni? De mi csak egyel találkoztunk. I'm to reveal our troop movements to some Nordling. Fizetünk érte, vagy jelet használunk rajta? Jelet használunk rajta. Most összpontosíts és mondjál mindent, amit tudsz. Yes, I will. Red-haired whelp, Nazeri Cavalry. A short time ago, he and several of his company sought... Szökni próbáltak, dezertőrök akartak lenni a... We caught some in the swamp, not far from here. Igen. Mocsárba elkapták őket, volt, akinek sikerült megszöknie. Mi lett azokkal, akik elkapták? Elkaptak, felakasztottuk, felakasztották őket. De nem emlékszik a vörös hajú srácra. If I had reported that any had fled, I would have had to pursue them. I've neither the time nor the resources, so I wrote that all are dead. Unlikely any survivors. Hát oda kell mennünk a mocsárhoz. Megnézzük, hogy mi újság. Hogy éle még a kölök. Sok sikert a gamehez, köszi. Tehát mocsár. Ja, majd gyors utazunk, srácok. Sziaszkot, sziasztok, srácok. Nagyon fura ezen a területen a muzsika. Hát, megint állítunk az időn. Reggel 7 óra. Az jó lehet. Milyen kedves a küldetés, meg kell keresnünk Rodebert testét, tehát nem is, tehát hogy lehet, hogy túléltál, de a testét kell keresnünk. Tehát ugye a parancsnok a szállásmester nem jelentette azt, hogy lehet, hogy valaki életbe maradt, mert akkor folytatnia kéne az üldözést, és arra nincsenek erőforrásaim. Hát itt ilyen gúlok vannak. Úgyhogy tényleg nem valószínű, hogy életbe maradt. Elmenekült a mocsárba. Sietségre utaló nyomok, mintha üldözték volna őket. Az ő lehet, vajon? Meg tudjuk vizsgálni, szóval lehet, hogy ő az. Vörös haj. El nem küldött levél. Édesanyám, lehet, hogy ez az utolsó levelem. A szívemet bánat nyomja, mert nagy szégyent hoztam családunkra. Cserben hagytam a bajtársaimat. Az igazság óráján a bátorság cserben hagyott. Nem kérek megbocsájtást, mert nem is érdemlem. Csak annyit kérek, imádkozzatok értem. Éljetek jó egészségben. Szegény. Mármint az áruló. Az áruló fattyú. Ez a süss a szememben a... Hali, kéne segítsen? A 911-et próbáltad már? Jó, csúnya az ég.
Na, mi gyere, visszatérünk az anyához, azt elmondjuk neki, hogy Sosi meghalt a srác. A fiam, megtudtál róla valamit? Meg. Az igazat akarom, legyen édes, legyen keserű, de tudni akarom. A fiat meghalt. Hogy történt? Harcban esett el. Az igazat akarja. Hát akkor nem tagadhatjuk meg, srácok, hogy itt kamuzunk, nem? Elszakadt, elkapták és felakasztották. Hazudsz! Többiek mellé akasztva találtam rá. Nem hiszek neked, a fiam nem volt gyáva. Így, amit akarsz, találtam nála egy levelet, amelyet neked címeztek. Anya, igen, ezt olvastam fel nektek. Az összes levelembe hazudtam. Nem is ezt olvastam fel nektek. Rémálom ez a hely, mostanáig bírtam tovább, már képtelen vagyok. Fokoly ölést bíztak a gyerekére. You have found him for me. Your payment. Take it. Na, kaptunk pénzt, meg XP-t. 50 koronát kaptunk. XP-t nem. Bezzeg, az asszonynak az igazat mondtad nekünk, meg nem ezt olvastad. Hát, valami titkos, tehát, hogy nem tud olvasni akkor az asszony. Hát más erre nem tudok mondani, srácok. Elolvastam nektek a levelet, az asszony meg valami másikat olvasott. Kamukázások vannak itt. Értitek, direkt átállítottam az időt reggel 7 órára, már 8 óra van, de ilyen sötét van. Na. Nézzük a hirdetéseket. Rendelkezés a rabszolgákról. Katonák, hadd emlékeztesselek titeket, hogy a tábori rabszolgák csak a tisztek utasításainak engedelmeskednek. Az a dolguk, hogy a trén, a hadmérnökök és az utászok munkáját segítsék. És nem az, hogy sátrakat ganyézzanak, gatyákat mossanak, vagy a láncingeteket fényesítsék. Akit azon kapnak, hogy ilyesmire próbálja használni őket, egy hónapos latrina szolgálatra megy. Írta ezt a szállásmester? Beretva hol mit vennék? Minőségi beretva készletre van szükségem. Az ár másodlagos. Strázsamester. Az a fias nótást. Fegyvertárs, ha leteszed a szolgálatot, jöjj a 3. század második rajának sátorába, hogy testedelket felfrissítsd, s velünk hazafias nótákat dalolj. Torokra kerülnek egyebek közt. Égóvia a császárd, mink kettesek. Midőn marsol, derék hadunk. Fényes dicsőség, sötét gyalog. Ha nincs hangot, hallgatónként is szívesen látunk. Együtt mindenki egyért, egy mindenkiért. Előre a végső győzelemig. Intelem a vészmadaraknak. Hadd emlékeztetek mindenkit, hogy a harci szellemet romboló rémhírek terjesztése büntetendő cselekmény. Emir Var Emreis császár személyének és politikájának a vokális kritikája megkorbácsolást, a függelemsértésre és zendülésre való bújtogatás halálbüntetést von maga után. A szállásmester. Cukorfalat kerestetik. Véletlenül hozzám került egy levél, amit valaki másnak szántak. A borítékját már elhánytam, a szöveg azzal indult, hogy én legédesebb cukorfalatom. És úgy végződik, hogy a te kis szerető kis libád. Cukorfalat, jelentkezz Gwenfrevi űrmesternél. Hirdetmény eltűnt katonákról. Bejelentés. Ő császári felsége, Emir szolgálatán váló katonák tűntek el kötelességük teljesítése közben.
Jutalom jár annak, aki segít megtalálni őket. Hüfenpimpor információért keressétek a központi hadsereg tábornokának szállásmesterét. Oké. Okay. Az eltűnt járőr. Greetings, Quartermaster. Honor and glory, Geralt. How can I help? Munkát keresünk. Found your notice. Megtaláltuk a feljegyzést. Ah, yes. You witches. Remek nyomolvasók vagyunk a szerintem. Ha ez így van, akkor tudunk segíteni. Some days ago, I sent a unit of felderítőket küldött a tó túlfelére. Az erdőbe is egy se jött vissza. Meg kell keresni őket, visszahozni a táborba, jól megfizet minket. Lehet, hogy nem lehet alkudozni az árba. Szia Bronco, szia René. Miért mentek az erdőbe? Volt-e valami különösebb oka? Őrjárat, ahogy a szabályzat rendeli. Mi van, hogyha halottak? Local peasants don't exactly see you as liberators. Say what you mean, Witcher. Small unit. Kisegység, elszigetelt terület. Le is rohanhatták az embereit vasvilággal. Esetleg megette őket egy sárkány? Nem hiszi el, hogy megölették őket a parasztok. Fine, I'll look into it. Begin your search across the lake, where we saw them cross. And good luck, Witcher. Matt, el kell menni az elhagyatott táborba. Úgy néz ki, hogy ez az utolsó küldetés ezen a területen, srácok. Tehát 8 óra 45 van, és még mindig sötét. Hát jó, de nagyon sötét van, Coolers. Elképesztő módon sötét van. Semmit nem lehet látni. Ennyire nem lehet sötét. Jaj! Na várjunk. Ősi tölgy. Az ősi tölgy alatt volt valami nagyon beteg küldetés, ugye? Igen. Itt az ősi tölgy. Századokkal ezelőtt véres rítusok zajlottak itt a régi istenek tiszteletére. A helybeliek szerint a sötét erők még mindig kísértik a helyet. Igen, ez egy nagyon beteg terület volt, srácok. Nem kell sokat menni elvileg. Jó, futunk egy kicsit. Azért futunk egy kicsit. Az a helyzet most, hogy így játszom ezekkel a... az open world játékokkal. Witcher, Assassin's Creed. Megjött a kedvem tökre ahhoz, hogy az Oblivion-t is végigjátszom most már tényleg, és nem csak a... de csak pár küldetést csináljak meg. Hoppá. Jó lenne streambe végigjátszani egy Elder Scrolls-t. Bár akkor már lehet, hogy az előtte levőket kéne. Előtelebőkbe is bele kéne kóstolni. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy Morrowind mennyire vállalható. Ja, rosszul fogalmaztam Zakika. Megcsinálni a főszálat, és csinálni mellékküldetéseket, amennyi csak lehet. Mert hogy én nem tudom, szerintem egy 100-200 órát biztos beleöltem annó az Oblivionba, úgyhogy kb. Így felfedeztem a világot, hogy milyen, megcsináltam
Tolvajci... Megcsináltam a bérgyilkos céhet, meg a tolvajcéhet, és ennyi. Hát igen, a Morrowind... Az félek, hogy annyira... Nem biztos, hogy stream képes. Bootprints, but also some bare feet. Csizmanyomok, de mezítlábasok is. Uram. Need to follow these deeper into the woods. Követni kell a lábnyomokat be az erdőbe. Nilfgaardian prince again. Nilfgaardi lábnyomok. Came this way escorting a group. Kísérte őket egy csoport mezítlábas. Földművelő? Or was it the other way around? Vagy fordítva? Az Oblivion-t már játszottam még egy... 3-4 éve. Az teljesen jó volt. Nilfgaardian prince again. Jó, hát akkor most csak követni kell a lábnyomokat. Nekem így... én nem vágom a Dragon Age-eket, madari. Semennyire. Mi ez a bűz? Kocsa, pózba hever a tetem. Ezt megmérgezték. Mass Effect-ek meg a Dragon Age-ek azok nekem teljesen kimaradtak. Az mi a manó? Mit mondasz? Nilfgaardian prince again. Again, okay. Came this way escorting a group of barefoot peasants. Or was it the other way around? Wyvern. Wyvern. Bolond Wyvern. Egy Wyvern agyon csapta őket. Na, a Baldur's Gate-ek is kimaradtak. Hát akkor ennyi. Hol a merevség méregre utal, várjunk. A mája nincs meg. Érték? Nekrofágok? Hát de itt volt a Wyvern. Ilyen RPG-ből évekig el... az biztos, Zakika. Ajj, bocsánat. Mellé nyomtam. Come on. Meditálással szerintetek le lehet rezetelni? Valószínűleg lóról nem engedi. A macskát. A Wyvern nem érzékeny az ezüstre? Hát, ezt most meg nem mondom neked. Patronan. Go, go! Szia, Lajos! Pam pam rapapam. Ezek a megbízások szimpla ötlet volt? Ja. Nem tudom, látod, így kettőt rácsaptam. Meghalt meg, hát ezek is szintű küldetések. Hát, ha ad nekünk Gwent lapokat, az jó lenne amúgy. Elverni nem fogjuk tudni, sajnos. Greetings, quartermaster. Honor.
Na, megtaláltuk az embereit. Mármint a hullákat. Egy nőstény Viven végzett velük. Besétált a vadász területére. Your men must have provoked her. I see. Thank you, Witcher. Your reward, as in the notice, Vefail. Vefail, azt mondja. Nem adott nekünk semmit. Na, úgy néz ki, srácok, hogy ez a küldi is megvan. Az ott nagyon szívta mellettünk az órát. Na, elérhető küldetés. Vastrel udvarház. Ez a közelben található kúria fénykorában a helyi fiatalság színe javát megmozgatta, extravagáns mulatságairól volt nevezetes. Tulajdonosai több mint egy évszázat elhagyták. A helybeliek azóta imádkozni járnak ide, mivel úgy tartják, hogy romlajai között egy istenség lakozik. Itt a jutalmad, 50 darab semmi. Így van. Be kéne jelölni. Ez egy Jandrány betegkör. Hát igen, ez tényleg leamortizálódott rendesen. A főisten hat csecsemőt követelt. No wonder he cursed us. We're doomed. You's the one brought. Ne osztál pimpósbort, legalább annyira tehetsz az átokról, mint én. Pimpósbor. What are you doing? Mit csináltok itt? Mi? Ez a holdról gyűjt ide, felajánlásokat hozunk a főistennek, amint látod. Te is kéreted az ő segítségét már, ha megfelelő áldozatot mutatsz be. A miénkre mérgelődött, azt megátkozta az egész falu. Mesélj a főistenről. Most hallok róla először valami új istenség? Túrót, ős régi, már ősatyáink is imádták. Orentói Roszláv idején idejött tűzifát gyűjteni, hirtelen a bozó csak úgy lángba borult, aztán Roszláv a föld alól hangokat hallott. Áldozatokat és engedelmességet követelt. Ez jó küldi lesz, azt mondod? A főisten vigyázz ránk és megóv minden rossztól. Mi a gond a felajánlással? Szegényes maradékokat hoztunk. A háború előtt ilyen a kutyának se adtam volna, de mit tehetünk? Ilyen időket élünk. Főisten azt mondta, ha nem kap legalább egy oldal szalonnát és egy hordó sert, a folyók megtelnek békával és veteményt felfalják káskák vagy ilyesmi. Értem. I could intercede on your behalf with this. Beszélünk ezzel a főistennel. Meg tudunk vele egyezni. Azt mondja legalábbis Geralt. Hát egy próba nem árthat. Úgy beszélhetsz vele, az oltár elé állsz, és így kiáltasz. Főisten, segíts egy szükséget szenvedő nyomorultnak. Ki tudja, talán meghallgat egy idegent. Mohó istenség. Na, mehet, srácok. Oh, all God, help a poor wretch in need. Léci. Hogy mered megzavarni? Hogy mersz megzavarni? Fel kéne oldani az átkot. Értékes áldozatot kell bemutatni, vagy szárasság lesz. Égeső, földrengés, lavinák. I have spoken. How would that work? A lavinákat hogy oldaná meg? No answer from Semmi válasz a főistentől. Fine. We can finish our conversation. Föld alól jött a hang. Voice came from underground. Na. Bor vagy inkább ecet. Minden esetre valaki megitta. Követhetném a szagot.
could follow the scent. Illusio. Hoppácska, megvan a főisten. Mi? Ki meri megzavarni isteni valómat? Geralt of Rivia. A Riviai Geralt, nagyon örülök. Hát azt sejtettem, hogy a főisten megtestesült, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen testes lesz. Szépen felizzalta magát a parasztok kárára. Áldásokat, feloldozásokat és felvilágosult tanácsokat kaptak a parasztok. Mostanában csak nevetséges maradékokat ajánlanak fel. Amit a gyerekeik szájától vonnak meg, ami még rosszabb, mint egy átok. Elégedjek meg az aludtejjel? Ha van egy ötletem, megöllek. Elégedj meg a szerény ajándékokkal, vagy meghalsz. Régóta vagy itt? Been in this hole long? For a century or so. One winter I found shelter here. E télen menedékre lehet itt. Tüzet rakott és a láng kicsapott a hasadékon. Meggyújtotta a bozótot. És egy fölműves azt mondta, hogy egy hang a semmiből. Azt kiáltotta, hogy ez csoda. És így lett Isten. Tehát tüzet rakott itt és meggyulladt a bozót. Parasite more like. Maybe so. But what of Freya and the little A then? De a több isten akkor milyen? Ők is imád követelnek és nem adnak semmit. Ő legalább beszél. Fine, I'll tell them what you want, but they'll carry you out of here on pitchforks one day. You'll see. Igen. Tehát beszélünk a parasztokkal. Azért választottam ezt, mert megölni nem akarom, mert az olyan rút megoldás lenne. Inkább beszélünk a népekkel, és hát igen, majd ők elintézik a sorsát. Előbb-utóbb. Előbb-utóbb lázadás lesz. Na, kíváncsi vagyok, mit mondanak a parasztok. Beszéltünk a főistennel, szemtől szemben. Megkönnyörül rajtunk? Sajnos a főisten hajthatatlan. Ki kell ürítenünk az éléskamrákat. Tudtátok, hogy van egy kripta odalent? One last thing. Did you notice? Esetleg nézzétek meg egyszer. Építészetileg lenyűgöző. Architecture is fascinating. Ez jó volt. Na hát most úgy néz ki, hogy már nincsen hirdető tábla, ahol vagy küldetés, amit így lehetne csinálni. Legalábbis, ami így a térképen felfedi magát. Szóval most azok vannak srácok, amiket már így felvettünk korábban. Witcher megbízásból van egy csomó, úgyhogy én arra gondoltam, hogy ezeket kéne csinálni. Na nézzük ezt. Megbízás, az eltűnt fivér. Bár Geráltnak akad bőven más miatt aggódnia, nem felejtette el, mi a szakmája, ami hadd emlékeztesselek. Titeket a szörnyörés. Míg szakmája gyakorlására törekedett, útjába akadt egy
kontraktus, amely összességében vonzó összeget kínált, ha a cserébe felkutat egy bizonyos eltűnt szemét. Igaz, hogy szörnyeket nem említett, de Geralt éppen elég hasonló esetet látott már ahhoz, hogy gyanítsa, itt is felbukkanhat egy. Mellesleg pedig, ha arról van szó, a pénz az pénz. Úgy néz ki, hogy ebbe a küldetésbe már korábban belekezdtem, mert beszéltünk itt valami Brunóval. Aha. Hát a pénz az pénz, ez így van. Oda kell mennünk. Na tehát ide jövünk az akasztott ember fájához. És... hát itt vannak akasztott emberek, igen. Innen tovább tudunk menni. Van egy kérdőjel, srácok. Egy szörnyfészek. Jöttem. Jöttem, tesákok. Akkor most, hogy neki meghaltsz? Ott van még egy nektár. Nem reperek, neperek. Szigorúan ne perek. Vadásznadrág, vasért, ilyen-olyan dolgok. Aha. Szén. Egy jó kis pengőgomba. Hát ha már itt vagyunk, akkor csak kitakarítjuk ezt a barlangot. Miért nem tudunk a ládába belenézni? Lehet, hogy már jártam itt korábban. Több mint valószínű, hogy az történt. Nekker harcos. Na, oké. Na és akkor elnézünk jobbra. Amúgy igen, használjuk a macskát. Az a helyzet, hogy a macskával se látunk többet. Ez a láda sem nyitható. Beszürkült? Nem szürkült be. Ezek szerint ezt a helyet még nem néztük át jól. Hát nem lett sokkal jobb a helyzet. Nem látunk többet, ja. Most mi fog itt történni? Csak mert hogy átnéztük ezt a helyet. A ládát nem lehet lootolni. De ugyanúgy fehér maradt. Ez érdekes. Nem lehet se... Ó, na várjunk. Ez is bele számít? Nem. Nem. Hát akkor... VTF? Tehát, hogy... Erről szól a... Tehát, hogy... Mármint nem a küldetés, hanem ez a jelölés a térképen azt jelenti, hogy itt még maradt valami. De az a helyzet, hogy semmit nem lehet itt már lootolni. Tehát, hogy ide jövök, nem mutat semmit. Az erre sem reagál semmi. Megiszunk még egy macskát, hogy így jobban lássuk, hogy mi a helyzet. És akkor kezdjük jobbra.
Jobbra nincs semmi, és nem is világít semmi. Oh! Ez volt az? Ez volt a srác. A rost és az ezüstért itt maradt. Úgy néz ki, hogy én már jártam itt korábban, mert volt egy csomó láda, ami már ki volt lootolva, viszont maradt egy láda, amit itt hagytunk, és amiatt nem szürkült ki a jelölés. Most már szürke, úgyhogy jobb a helyzet. Mindjárt jobban fogunk látni, csak meg kell várni, amíg elmúlik a macska hatása. Pár másodperc. Keresd meg az eltűnt fivért a bányában. Witcher érzékeiddel segíts! Witcher érzékeid segítségével derítsd fel a bányát. Na mit mondanak? Monster tracks. Szörnyomok. Hát szörnyomok azok vannak. A nyomok a bányába vezettek, igen. Iszunk egy ilyet. Vadásznadrág. Valaki itt elrejtette a vadásznadrágját. Ujjjjjj, srácok, ujjjjjj. Gyors úszás, bal shift tartása. És pont erre kell menni. Hoho. Esküszönyom a bal shiftet. Be van nyomva a macska, azt nem látunk még mindig semmit. Aha. Szerintem ti is látjátok, amit én látok. Ez micsoda? Fúj. A tojások hamarosan kikelnek, el kell őket pusztítanom. Játszunk. És erre mit mond, ez micsoda? Vér, hús, emésztőnedvek. Élem a kicsinyei. Élem a kicsinyeinek. Na hát, na ez az, amit most egyáltalán nem látunk. Tehát, hogy konkrétan nem lehet látni semmit. Pillanat, srácok. Meditálunk egyet. Már ha itt engedi. Engedi, jó. Aha, nem lehet jobb a helyzet. Én innen jöttem, igaz? Hát azt hiszem, amúgy innen jöttünk. Nem, mert innen jöttünk. Jézusom! És a szag arra vezet minket. Jó, menjünk le itt. Nem az a lényeg, hogyha ne jöttél, hanem hogy hová tartom. Ja, igen. De jó ég, mik ezek a barlangok. Nyomod, nyomod Zserát, nyomod. Elment jobbra. Arra nem látok semmit.
követjük a szagot. Ott egy kölyök. Az már kikált? Egy már kikált. És ezeket lehet lootolni ilyenkor? Nem. És itt tovább lehet menni? Nem. Jaj, ne, vissza kell menni a vízbe. Szerencsére lehet úszni a tetején. Szia, Misi! Ja, le kell menni? Francba. Az eltűnt fivér. Szerintem az a fivér az már nem lesz meg. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Jó volt a moho istenesküldé? Persze. Megmondtuk a parasztoknak, hogy van lent egy kripta, amit meg kéne nézniük. Úgyhogy hagytuk, hogy a parasztok elintézzék. Majd a szörnyet. Egy cipő, facipő mester jelzésével. Ennyi maradt a holttestből. Te megölted egyből? Én nem akartam. Én nem akartam. Na, de hát nyomom. Nem engedi így nézni. Kizott egyet, srácok! Kell valamilyen trófea Mikkel bátyának bizonyíték, hogy mi történt. Mahakami nadrág. Arakás szem. Szörnynek szörny voltam, aki ott volt lent egyébként a kriptába, de én nem akartam megölni, mert nem fizettek érte a szörnyörésért, szóval majd elintézik maguknak, értitek? Vicserek vagyunk, de nem dolgozunk ingyen. Ilyen igazi vaják, hát igen. Majd a parasztok azok megoldják. Ha akarják. Ha figyeltek rám. Az ezüst és az igni elég lett volna ellene. Komolyan? Nyomtam volna az ignit, de a pajzs miatt nem engedte már. Gvihírír. Gvihír. Tök jó, legendás kard. Én ennek örülök. Jó volt a lóttásákok, most már mehetünk vissza. Majd ha lesz arany a kézben, nem lesz szörny a pincébe. Lehet lemennél oda és az összes parasztot lemészárolta az ödög. Lehet. Hát akkor majd kiírnak egy olyat, hogy lemészárolták a parasztokat egy kriptába, kéne a segítség. Na majd hogyha, majd ha ilyet írnak. Na hát akkor majd megyünk. Addig nem megyünk. Srácok, baj van, jó. És akkor így meglepődve... Jaj, micsoda, ez történt? Ó, tragikus, hát igen. Az most micsoda?
Krát, fel kell menni. Na. Sötét acéllemez. Farönk, aszta. Kecskebőr. Figyelj már. Egy másik kijárat. Miért volt bezárva? Ez lehet egy másik bejárat, srácok. Mindegy, megyünk, átveszik a jutalmat. De megint várunk egy kicsit, hogy reggel legyen. Nem szeretek estig bejátszani. Tehát nekem moddal kéne játszani ezeket a játékokat. Sokat kell menni szerintetek? Nem. A csak nappal mod, így van. A felesleges holmit, ami nem kell, azt el lehet majd adni, de a fejlesztésekhez is kell a holmi. Ja, el fogom majd adni. Azt nézzétek. Milyen csúnya fekete medve volt. Ja, a Blood and Wine az gyönyörű. Nappal. Azt hiszem van kifejezetten éjszakai küldi. Sok küldi van, aminek a követelménye, hogy este legyen. Na gyertek, foltól idércek. Azért csúnya, mert fekete? Nem, mert nem látni semmit. Azt, ha én nem látok semmit, akkor valószínűleg ki sem. You can get food from the Baron's men. Fújt egyet a cica. Csak az ájtereket látjuk éjszaka. Na tessék. Mi a Bruno? Üdv! Az öcsét halott. Egy arakász ölte meg. De megbosszoltuk. Nem vigasztalja, hogy megbosszoltuk. Mondta Mikennek, miért akarsz annyira segíteni idegeneknek? Maradj a seggeden, mert ebből baj lesz. Na, mit tesz még ott? Nem volt még elég a másokban a szerencséből? Nem, inkább a kását szeretem szaftal, mint mindenki más. Fizess ki és veszek magamnak. Fizettem volna, ha élve hozod vissza Mikkát. Nem fogok könyörögni. Öcséd jobb ember volt, viszlát. After what you've done for us, you got a friend in me. Tehát, hogy a költő, aki ezt a szöveget írta, nem arra gondolt, amire ilyen. Tehát, hogy nem fizettek nekünk most. Tehát megaxizni nem akartam.
Azt mondja, erdei szörny. A szörnyeknek, akár az embereknek megvan a saját ízlésük és értékrendjük. A legenda szerint a sárkányok a szűzeket kedvelik, míg a gúlok a rothadó hús nyers ízébe lelik örömüket. A Novigrad melletti erdőségben megbúvó bestia előszeretettel désmálta a Redan utánpótlás szállító kocsikat. A hídőrség kapitányát értető módon bőszítette ez a sajátság, és vérdíjat tűzött ki a fejére. Én is picit agresszívra gondoltam, hogy nem fogok könyörölni. Hát én is azt választottam, hogy most így... Oké, akkor... Tehát akkor... Mondd valami olyat, hogy... Mizé... Beijeszti majd a csávót, ehhez képest így... Ott hagyta. Jó. Tehát akkor inkább a... Nem tudom, mi volt a másik opció. Biztos az egyik opció az olyan lett volna, hogy megöllek, a másik pedig ugye az axizás. Hát akkor inkább nyomtam volna az axit. Én egyszer az összes kérdőjelet is megpróbáltam felfedezni, de volt, ahova egyszerűen nem találtam oda, mert valahol a föld alatt volt. Hát a föld alatti kérdőjelekhez a bejárat az a közelükbe levő barlangokban van, gondolom én. Én megcsináltam az összes kérdőjelet. Hogy is lehet oda menni? Igen, tehát Dusanon megvan. Tuszánon az összes kérdőjel megvan. Az összes. Bezony. Az életemet kockáztattam? Akkor lehet azt kellett volna mondani. Mit akarsz? A felhívás miatt jöttem. Gond akadt egy szörnyel? Nem gondunk akadt, hanem nyakig ülünk a hígfosban. Valami csücsül az erdőbe, megtalálod minden szállítmányt, aki használja az utat. Majdnem kifolytak a nyilvesszögben. Kiküldtek egy őrjáratot és semmi sem jött vissza. A feladat egyszerű, elhozzuk a fejét, ad sok aranyat. Nem alkuszik. Adhat nekünk egy menlebelet. Az most már nem számít, srác. A menlevél. Adjál sok-sok aranyat, nem érdekel a menlevél. Értem le egyébként, srácok, hogy megint rohadt sötét van. És ezt még Geralt is szóvá tette. Így van, reggel 10:30 van, azt... Izé, nem lehet látni semmit. Jó, hát ezt ne haragudjatok, de elszkippelem mondjuk délután 4-ig. Tehát ez a délután 4. Jó, akkor... Reggel 8. Sokkal jobb lent. Na, ez már jobb. Ez már jobb egy fokkal. Nem mondom, hogy a legjobb, de jobb. Jobbra sötét, balra világos. Micsoda, itt egy küldi? Hoppácska. Hogy ízlik az ezüst? Gyertek elő, nem bántalak titeket. Mikor ettél utoljára? Egy hete, egy fél pirított mókust, meg egy maradék bogyót. Értem, a szüleiddel vagy. Why are you out here alone? Hol vannak a szüleid? Where are your parents? Blackens killed some. Párat megöltek a feketék. Többiek maguktól kirúgtak. Túl sok éhes száj. Most adok nekik pénzt, adok inkább élelmet. Sokra mennek a pénzen.
Be sure to share it with the others. Thank you. Here, for you. Szia, Jeántör, mosolygós fej. Jó játékot, mosolygós fej. Imádom a Witcher-t. Ez az egyetlen játék az, amit sajnáltam, hogy vége lett. Amúgy bocsi a kérdésért, de az moval mi van? Rég láttam a hard módban. Szóval az Dante Laci. Örülök, hogy imádod ezt a gémet. Én is nagyon szeretem. Ezért is térek vissza hozzá. Ennyi évvel a végigjátszás után is, mert iszonyatosan jó, Laci. Köszi szépen a 100-as csírt. Én nagyon szívesen újra kezdeném a játékot, hogy a fő sztorit még egyszer megtapasztalja, mert annyira jó. Az múlva mi újság? Szerintem még streamel nyomja. De nem hard módos már, Laci. A bestia bőrében. Ezt adta nekünk a kislány. Sziasztok, Chris vagy Jennifer? Hát én... megmondom neked őszintén. Ha tudod, hogy mire gondolok, akkor azt mondom, hogy... én mindkettőt akartam. És jól meg is szívtam. De Geralthoz ilyen illik, de én Triss választanám. Amúgy. Ciri, na, fúj. A bestia bőrében beléptek a kunyhójába, és elkezdték átkutatni. Először feltépték az ágyát, száraz gajak voltak a lepedőn. Ez volt az első bizonyíték, mert a vérfarkasok hajnalban térnek haza, az egész éjjel tartó vadászat után. Csupaszlábuk pedig tele van az erdő törmelékeivel. A második bizonyítékot az ágya alatt találták meg. Egy farkasbőrt. A vérfarkas bizonyosan abba öltözött, amikor napnyugtakor átalakult, és ledobta másnap reggel, amikor visszaváltozott emberré. Ezeknek a perdöntő bizonyítékoknak a megtalálása eloszlatta a kétségeiket, és megindította a vadászatot, valamint megfogadták, hogy fellelik a farkas korba szenvedőt, és ez is béklyóba verik. Micsoda könyv, hát nagyon szépen köszönöm, hát ez nagyon megérte, egy kis élelemért ilyen könyvet kapni, azt a nagyon jó. Nálad is ez volt, Malok? Hát igen. Ilyen ez, amikor két csajjal akarod. És a csajok összefognak. Na, tehát. Teljesen kifosztották. Vagy valaki a szörny támadás után lopta el a szállítmányt? Vagy a szörnyünk hadifelszerelés gyűjt? Karom és rágásnyomok. Itt nekrofágok táplálkoztak, de az általuk okozott sebek a halál utánia. Egyébként felváltva választottam egyszer a Trisst, egyszer a Yennefert, majd egyszer mindkettőt, és hát tudjuk mi lesz. Igen, ez ilyen. Karomnyomoknak tűnnek, de itt egy nyílvessző. A szára éppen a bőrnél lefőrve. Jó, ott már. Lábnyomok egy túlélő? Vagy pedig a szörny emberszabású? Valami nincs itt rendjén. Követem ezeket a nyomokat. Ott van. I want to look around some. Na. Csak úgy repültek a fejek. Na, tehát itt elvileg van valahol lábnyom. Vagy valami utalás arra, hogy mi történhetett. Ah, ott van.
Még egy lépés és egyel több lyuk lesz a fejedben. Mit keresünk itt? Csak sétáltam. A parancsnokkal kell beszélnem. Need to talk to your commander. It's important. A sétáltam, az sokkal jobb lett volna. Sokkal viccesebb lett volna. And I'm just not prone to doing stupid things. I can assure you of that. I'll be assured when you hand me your weapons. Come on, your swords. Adjam át a kardokat és elvisz minket Vernossiához. Na jó. Fine. Srácok, mi boxolva is nagyon erősek vagyunk. Vakkan, különös, nem fenyeget minket szörny. Lehet, hogy titeket nem fenyeget, de a redániaiak úgy hiszik, valami lakja az erdőt. Felbéreltek, hogy megöljem. Hát akkor tévedtek, nem az első eset. Itt nincs szörny, a munkádnak ezzel vége. Ez nem játék. Emberek haltak meg. Katonák haltak meg. Radovid katonái. Igen. Ők a tündék, nem? Vagy elfek, nem? Ez most ciki, de nem emlékszem, hogy kik vannak itt. Kik voltak az emberek előtt? Kik voltak, srácok, az emberek előtt? Szóval, igen, nem hagynak fel a szállítmányok megtámadásával, enniük kell nekik is, ahogy nekünk is. Választhatunk, tehát elmegyünk és elfelejtjük, amit itt láttunk. Hát igazából... Hát, hogy nekem aztán mindegy. Do what you will. I'm not about to get involved. Adjátok vissza a holmiát, és tegyetek hozzá valamit a szállítmányokból. Igazából nem szörny volt, nem ölünk embereket. Tündéket meg pláne nem. Szevasz, Karcsi. Azta, kaptunk 6 farkasbört. Very big. Szegfűborsot is 2. Azta. Azért túl, hát lehet inkább meg kellett volna őket ölni, srácok. Hát ezek után most már én azt mondom, hogy halljanak meg. Mi az, hogy adnak 2 szekvűt? Mit csinálják vele? Ha a tündék nem szörnyek, akkor a szukubuszok sem? Nem tudom, mit volt Elekonix, amikor vagy legutóbb, vagy azelőtt egy szukubusszal találkoztunk, és... nem öltük meg. Nem voltál itt, amikor a szukubusszal találkoztunk? Szerintem olyan aktív, mint akkor sose volt a chat. Amikor feltűnt a szukubusz, feltűntek a fedetlen keblek, akkor mindenki megborult. Szevasz, Petya. Aki a kicsit nem becsüli a nagyot, nem érdemli? Ja, a nagy szekfű... Az helyzet most így a szekfűvel tényleg nem tudok mit csinálni, tehát hogy így... Azt mondtuk a tündéknek, hogy... Itt hagyjuk őket békében. És így... Értitek? Ezüstkard, vérkard. Srácokat most látom, össze-vissza pakolták rám a fegyvereket. Ez az. Hát néztem, hogy miért nem a jó fegyverek vannak rajtam. Hát pont úgy néztek ki a fedetlen keblek zakika, igen, igen. Visszatértél végre. Elkaptad a fenevadat?
Nincs szörny az erdőben, csak a Skoyatel. There's no beast in the woods, just Skoyatel. Skoyatel, you say? Skoyatel, azt mondod, azt hiszem, megszabadultunk azoktól a férgektől. Na, kibelezted őket? A tündék nem szörnyek, szóval nem, de nem fogok sírni, ha bármi történik velük. Persze, hogy nem fogsz. A jó másfajú a halott másfajú, ahogy az abám szokta mondani. Az igen. Adtak nekünk mellevelet. Jutalmat meg nem kaptunk, mert nem végeztük el a munkát. Köszi szépen. Köszi szépen az újabb semmit. Ezeket most csak begyűjtjük. Nincs kedvem elolvasni, mert küldetés nem volt. Na, srácok, nyomjuk tovább. A titokzatos nyomok. Tapasztalati pontot a küldiek megcsinálásáért kaptunk, Konix, csak ugye azt még nem írta ki, mert lassan frissül. Harsvölgy falvában Geralt egy igen szokatlan megbízásra akad. Egy bizonyos vadászt aggasztottak azok a különös nyomok, amelyekre az erdőbe bukkant, és keresett valakit, aki segíthetne annak eldöntésébe, hogy kihez vagy mihez tartoznak. Ja, jó fej voltam úgy a redániai katonától, hogy vagy a parancsnoktól, hogy odaadta nekünk a mellevelet. Én már nem is emlékszem, hogy hogy szereztem meg. Hihetetlen, hogy itt ezeket nem gyűjtöttük be korábban. Álljatok, csak itt egy vendor. Vendorral találkozunk, akkor muszáj tőle venni dolgokat. Mit szólnál egy party Gwenthez? A game of Gwent. How about it? Na mehetsz. Pam, pam, rapapam. Mehet. Északi királyság. De jó. A tehén marad. Az ostrom szakértő marad. Stannis herceg. Hát... sikerült hőslapot szerezni. Tessék. Kapsz egy ilyet. Mi meg kaptunk egy gyalogsági nullázást. Na hát ő a Thalerrel él. Tehén. Az igen. Még egy kémlapot nyomott. Hihetetlen, hogy nekem nincs ennyi kémlapom. Nem tudom amúgy. Jó, lerakjuk őt. Az ellenfél passzol. Mi is passzolunk. Mi is passzolunk. Na hát ő húzott még egyet. Azt mondja, hogy... lerakunk egy ilyet, és húzunk. Thaler. Asta! Kezdi Katának a pultjaival. Vesz. Ezt le kell hozni, srácok.
Ez ilyen Yu-Gi-Oh féle játék? Sos... Komolyan nem láttad én, Karcsi? Nagyon jó kis Gwent partikat lehet nyomni pedig. Ide még egy ilyen kürt, de jó lenne. Szevasz, George! Na, neki van felhőszakadása. Jó, hát én azt mondom, hogy maradjon a felhőszakadás. Majd leszedjük. Van ostrom szakértőjem. A Lidész gyilkolja a gyermekeimet! Mit szólnál egy parti Gwenthez? Fogynak a lapok. Szerintem ezt nyertük, srácok. Ó, én nem is láttam. Most, a, most már kezdek összezavarodni, hogy akkor most az Gwent vagy Gwent? Szia, Modlov. Gwent a nevem az önálló játéknak. De Gwent a neve. Gwent a neve egyébként itt a Witcherben. Na leszedjük az időjárási cuccokat, és ő is elnyomott egy tiszta napot. Ez csodás. Na és mi olyat még tudunk csinálni, hogy letesszük ezt, de felesleges. Már neki elfogyott a kártyája, tehát megaláztuk. Nyertünk, srácok. Elvertük. A jutalmunk 20 korona. Egy rémsáska nevű kártya. Szuper. Got anything interesting? Na és akkor tudunk venni nála IAS támogatást. Aztán fekete gyalogos IAS-t. Nehéz zeri kániai tűzskorpiót. És ez nem tudom mi. Rain Farnt. Gyere. Meg nyomorult gyalogság. Gyere. Mi van még itt? Ezeket eladjuk gyorsan, a vadásznadrágokat. A Weirhead dandár kardja. Ez is dombi kard. Micsoda? Elfogyott a pénze? Szívás. Tristianna és Izador. Kéziratlap, ördög, fattya, csali. El kellenek ezek a dolgok. Ja, kaptunk kártyát és vehetünk is még. Tök jó. Jó. Farewell. Bővíteni kell a paklit, srácok. Az ott micsoda? Árokmi és Hársvölgy falvak lakosai haladéktalanul jelentkeznek a Nilfgaardi központi hadtest táborában, a császárság érdekében végzendő munka miatt. A kijelölt lakosok és a napi szolgálati beosztásuk elérhető az előjárónál, akit kötelezettségszegésen érnek, megkorbácsoltatik. 8700 órád van benne, jászós. Üdvözlet! Vele nem lehet kártyázni. Azt nézzétek, semleges lap. Ostrommérnök. Impera dandár, és azt mondja, hogy ilyenünk már van, de hát veszünk.
ilyen lovas dandárunk is van, de azt is veszünk. Emir Var Emreis vezérkártya. Hát hogy ne kéne, hülye vagy? Neki kardokat nem lehet eladni. Életerőd regeneráció. Hát amúgy lehet ezeket nem kéne eladni. Viven trófea. Milyen állóképességünk van most, szerintetek? Farewell. Kilencvenes, tehát akkor a régebbieket el lehetne adni. Tehát az 60-as mehet. 80-as mehet. 45-ös is mehet. 70-es is mehet. 35-ös is mehet. Na ez meg már egy nyeregtáska, de abból meg 110-es van, hogyha jól emlékszem. A 100-ast el lehet adni. Ja, már nem tud többet megvenni. Jó, srácok. Farewell. Ez jó biznisz volt, kár, hogy annyi kártyát nem adott. De az emires kártyának örülök. Vele kell beszélni a vadásszal. Ó, Egen? A megbízás miatt vagyok itt. Van-e ötleted, hogy mi ez a szörny? Lemmy szárult egy tucat farkas, kitépte a belüket, de a legtöbbet meg se ette. Gyűlölet vezéri amiattól. Vérszomjasan üvölt és vonyít az éjjel. Ez vérfarkas? Beszélgessünk a jutalmamról. Could tend to the beast for you, but not for free. How much do you need? Mennyit kérsz? 258 helyett legyen, hát 362 legyen 300. That's a sum we can agree to. Tessék. Elintézem. Fine, I'll take care of it. Fortune smiled upon us when it brought you here. Ránk mosolygott a szerencse. Örülnek, srácok, hogy idejöttünk. Így 6 év után. A Witcher 1-be kockázni lehet? Itt van. Monster wiped out. Szörny kiirtotta az egész falkát. Igen, sajna valahogy sose tudott elkapni. Szeretem a könyveket, a világot, de valahogy nekem a játék túlságosan masszív RPG, ami sose volt az én műfajom. Aha. Nekem nagyon tetszenek ezek a küldetések. Iszonyatosan jó a hangulat. Jó a világ. Big. Really nagy? Big. Igazán nagy. Nem really big Geralt, hanem very big. Látjátok, ebből is látszik, hogy ez egy régi játék, mert nem azt mondta, hogy very big. Ha 2022-es lenne, akkor azt mondta volna, hogy very big. Ez egy medve. A szagát még most is érezni. És hol a szag? Ott van. Akár ez egy feldühített medve. Gotta find another way. Akar azt oda kem? Ez micsoda? Ez micsoda itt? Stinks like üzlik, mint shit. A pokol fajzat trágya, úgy bizony, régi és száraz. Ideig itt ólálkodott a pokol fajzat. Nagyon jól csinálod, Geralt, nagyon jó.
Na, sikerült. Fáki elő. Ajjaj. Mostában halt meg. Vajon mi ölte meg? Na. Albat véres szőrcsomó. A második fenevad más színű volt. Ötödik Radovid a Zord. Szorgos munkával a nagyság felé. Ezzel eljutunk Redania jelenleg urának titulusához, a Zord. Érdemes áttekintenünk az elnevezés okait és következményeit. Először is Radovid zordságának magvait minden bizonnyal gyermekkorába vetették el, amikor Radovid Vizimir király és Hedvig királynő nászából 1255-ben megszületett. Gondozását nyomban Filippa Eihartra, az udvari varázslónőre bízták. Habár senki sem kérdőjelezheti meg a tanító szerepre való alkalmasságát, a mágus nőt nehéz egy kisgyermek melegszívű gondozójaként elképzelni. És bármilyen durva leckékben is részesítette Radovidot, azok nyilvánvalóan maradandó nyomot hagytak. A következő lépés a Radovid zordságához vezető úton 13 éves korában érkezett el apja halálával. Bár a szóbeszéd szerint apa és fia alig ismerték egymást, bizonyára a puszta tény és ridegséget erőltetett rá, hogy valaki örökébe kell lépnie ilyen fiatalon, és ilyen zűrzavaros körülmények között. Végül a régensek fejezték be Radovid bevezetését a zordság világába. A régens tanácsot Redogori Gyikstra vezette, akitől Radovid agresszív, gátlástalan, csakis államérdek által vezérelt politikai stílus tanulhatott. Ezek Radovid vérmérsékletének gyökerei, most lássuk a következményeket. Áldáz viselkedésének legtöbb megnyilvánulása jól ismert, például amikor felkérte a lángoló rózsarendjét, hogy legyenek fegyveres végrehajtói, később pedig a fanatikus boszorkányvadászok támogatása és a béli mészállás, ezt nem tudom, hogy kell mondani. De igazán Zordnak Radovid Nilfgaard elleni harcába bizonyult, míg más királyságok erői széthullottak a császárság támadásával szembe, ő megerősítette királyságát, és átvette az északi erők parancsnokságát. Bármi is volt korábban a véleményük róla, minden pártatlan megfigyelő egyetért abban, hogy 5. Radovid a Zord lett Észak utolsó bástyája az Emir növekvő hatalma elleni küzdelemben. Na és itt van a Tristianna és Izador. Tristianna cseppet sem törődött mostoha anyja ítelmeivel, eldobta rongyos kapcáját és inkább mezítláb járt. Koviri csipkét és batik bugyogót viselt durva daró cinge alatt, és amikor eljött az alkonyat, és a többi novícia az esti imádságra ment, ő csendben elosont és lefutott az öbölig, ahol Izador várt rá. Ez a vidám ördög buta volt, mint a föld, és patája volt a lába helyén. Tristianna így is szerette, jobban, mint bárki mást a világon. Érte felbontotta az eljegyzését és dacolt a családja akaratával. A lány tudta, hogy ha kapcsolatuk valaha is napvilágra kerül, ő és Izador mágián végzik. Ezért az éjszaka sötét óráiba a szökésüket terveztem. Újabb nyom, viszont túl kicsi, hogy egy pokolfajzaté legyen. És ez micsoda? Mindkettő rengeteg vért vesztett. Majd nyomok, eltartott egy darabig a harc. Egy ördög fagy biztos az lesz. Talán a pokolfajzattal versenget a területért. Valahogy ide kell csalogatni. Tehát kell csinálnunk egy csalit. Üvöltő. Na hát, oké. Pillanat, srácok.
Szerintetek milyen csalik el ide? Ördög fatya csali. Hát akkor ez nem is kérdés. Készítsd elő a használathoz. Igen. Azt mondja... Csali. Aha, tehát azt be kéne tenni, srácok. Aha, ez lesz az. Oda locsoltuk a földre. Ja! Hát, hogy a domb körül kell szétszórni, oké. Tehát ide egy kicsit. Done. How to attract the choice attention. Aztán ide egy kicsit. És akkor megyünk tovább. Ide is kell locsolni a bokorban. Megvan. You'll smell this 5 miles away. És még ide is. Beast is sure to show. Just gotta wait in the cave. És most be kell menni a barlangba. Ó, hogy itt van egy lyuk. Én erről a lyukról nem is tudtam. Várjuk ki. Ja, tehát akkor csak ide kellett jönni. Ott van. Come on. Death bandits and bellets say, I'll make a múlt részévé teszlek. És neki van egyébként a bestiáriumba helye elvileg. Ott van. Nehéz lenne olyan vidéket találni szélesebb világba, ahol jobban hemzsegnek a szörnyek, mint velemben. Egy öröm van azonban ebben az ürömben. Az itt élő fennavadaknak áldászharcot kell vívniuk a vadászterületük védelmében. Ezért gyakran megesik, hogy a szörnyek végül egymást törik le. Az üvöltő névre hallgató agresszív ördögfattya épp ilyen testvérgyilkos tombolást rendezett egy falka-farkast... Egy falka farkas cafatokra tépve, mielőtt a nálánál jóval nagyobb pokolfajzatra támadt, és azt is megölte. Az üvöltő igazán félelmetes ellenfél volt, minden csapása halálos volt, csak a nehézvértezett vagy a Quen jel védhette meg viselőjét a végzetes sérüléstől. A leginkább kerülendő a rohama volt, és ha lehetséges, oldalról volt érdemes rátámadni. Hatékony ellene az ördögi pöffeteg, illetve a reliktum olaj. Ez nem Max Diff? Hát nem. Ez nem tudom melyik nehézség, de nem a legnehezebb, az biztos. Illetve hát 54-es szintűek vagyunk, és 6-os területen vagyunk. Hát hogy... ja. Alacsony területen vagyunk. Csináljuk a maradék mellékküldetést, ami így maradt a játékban. Igazából csak sztorizgatunk. Mindjárt lejár a macska, mindjárt látni fogtok.
Ahogy én is. Talán mire a faluba érünk, már mindenki látni fogja, hogy mi újság. Na, pont jó. Volt az idő, pont jó volt az időzítés. A chort was prowling the nearby forest, found itself competing for territory. Elmondtuk neki, hogy mi újság, mit találtunk, és agresszív lett a az ördög fattya. Think they've done made a pact to take our village. Mondod, hogy paktumot kötöttek a farmunkra? But I'll be sure to keep my eyes open, see if there's anything else out there. Cheers, Witcher. Here, take the ersény. A faluban mindenki adott bele. Thanks. Take care now. 300 pins. Micsoda, azt mondta, hogy a fiának is Geralt lesz a neve? Jó. Akkor ezzel is meg vagyunk, srácok. Nézzük a következő küldetést. A következő küldetés... A Víg özvegy. Geralt vállalta a megbízást, melyre Hársvölgy sírásolja keresett szakembert a falu hirdető tábláján. A település temetőjébe tanyát vert szörnyek előszeretettel vadásztak gyermekekre. Hát ez itt van. Itt van még egy küldetés. A munka miatt vagyok itt? You're about the job. Seems you got a problem. Valaki sírokat ás ki? Bár csak ennyi volna. Időről időre egy ocsmány bestia jön a temetőbe, felfalja a friss halottakat, aztán tovább áll. Nem olyan rég újra kezdtem. Thought to myself, just don't step out after dark and lock the door. De egy idő után még kölykök is eltűntek. Sötétedés után. Nay, from the village. Little snotter wouldn't come. Még nyűszített is az éjszakában a gyerkőc. Something like a whimper in the night. Didn't bother to come out, see what was happening. Think me daft. Ha szörnyet látsz, ahhoz Witcher kell. Beszélgessünk a jutalmamról. Let's talk about my reward. Na, tehát 240 és 357 között lehet mozogni, 300. Rates fair. Considering the job. I know a bit about these things. Things. See if I can learn what's out there. A Víg özvegy. Megint rohadt sötét van. Srácok, meg kell mondjam, nem tetszik nekem velem. Ide jöttünk, azt éjjel-nappal izé van. Sötét. Várunk egy napot, hát ha jobb lesz. Ha első segít, akár egy druidával kell beszélni. Ja, hát nem lehet jobb a szitu. Na csá! Múlok ásták ki a sírokat, aztán a bomlás bűze ide csalta a kutyákat. De a gúlok nem rabolnak el gyerekeket, és a kutyák sem. Remek mívű nyereg. Visszük is. Hát itt nem látunk semmit. Esetleg kint? Aha. Graves been dug up. A sírt feldolták nem régiben, viszont a hullaszag régi. Erősen bomlik már. Vajon a bűz merre vezet majd? A bűz erre vezet minket, srácok. Nagyon vezet minket a bűz. Milyen dolgokat ismer? Hát az, hogy a szörnyekkel ők nem tudnak mit csinálni. Gondolom én.
Más nem tudok elképzelni. Oké, megyünk. És ide vezetett minket. Bármilyen ostmánság is él itt, szokatlan helyet választott a tanyájának. Eszközhasználó lény, vagyis értelmes, vagy csak egyszerűen megvan a magához való eszem. Itt valaki főzőcskézik. Ez egy emberi csont? Egy gyereké? Ó, szegény gyerkőc. Emberi koponyák egy varázskörben. Világos, hogy a szörny használja őket. Hatalmat nyer ki belőle egy erőfókuszból. Ez egy sírbanya. Összegyújtotta a koponyát, aki vonja belőlük az erőt. El kell vinni a koponyánkat. Vissza kell kényszeríteni őt a temetőbe. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Okay. Hát most sírbanya ellen fogunk harcolni. Elképesztő, srácok. 9 óra van, alig lehetett látni valamit. Nyomod, Gerált, nyomod. Annyit lehet látni, srácok, hogy világít a fákján. Annak olyan helyek, ahol mindig ilyen idő van. Hát úgy néz ki, hogy velem is ilyen. Egyre jobban nő ki a szakálla Geráltnak. Ellopta a koponyákat, az én koponyáimat ásott volna ki magának. Úgy néz ki, hogy nem szereti a tüzet. És úgy néz ki, a kardomat se szereti. Én fákjának hívom, igen, Jeb, szevasz. Át kell venni a jutalmat a sírásótól. Miatt vagyok itt. Elintéztük a dolgot. Sírbanya volt, elrabolta a gyerekeket. Hogy van a kis lurkó? Hát... megtaláltuk. Az üstjébe találtuk meg a sírbanyának. Folytassuk? Bár csak ennyit sem mondtál volna. Here you go. Thanks much for your help. Here you go. Take care. Geralt a profi achievement, srácok. Geralt a profi. Ez mit jelent? Teljesítsd az összes Witcher megbízást. Hoppácska! Hát mik vannak, srácok? Azért itt még van egy. Akkor mégsem az összeset csináltuk meg. Köszítj, apjab. Oda kell menni, és Hollószirtről fogunk oda menni. Vagy oda lovagoljunk? Jó. És mennyi kérdő? Hát, rengeteg van. Itt ezen az alapterületen rengeteg van. Honorton fenevadja. Honorton lakóinak volt egy kis gondja. Olyan, amit csak Witcher oldhat meg. Egy szörny, amit egyszerűen csak rémségnek tituláltak. Járta a rengeteget és... rengeteget a falujuk közelében. Geralt úgy döntött megnézi, miféle fenevad is az valójában. Aztán megöli. Na hát akkor... kell egy ilyen nekünk. Azt oda megyünk. Slower. Pam pam ra pam.
A Leon a profi után szabadon Geralt a profi. Nyomod Geralt, nyomod. Eszeg nem tudja néha merre, kell menni ide. Irányba raktuk. Azért jövünk amúgy erre, hát ha látunk valamit a menet közben. Valami küldetés vagy valami hasonló. De nem látok semmit. Itt majd balra kell fordulni lassan. Na, keszeg! Én már csak 110... Azt mondták, hogy segítsek. Ezek a banditák miért gatyába vannak? Te jó ég! De most kinek segítettünk? A parasztnak vagy a banditának? Most ezt annyira nem értem. Ránk támadt a paraszt, aki a... Aki szólt, hogy segítsek. Ez a... Izé kivégzés, ez elég kemény volt. Ez az utolsó kivégzés, ez nagyon brutál volt. Na megjöttünk. Ez Honorton lesz. Nekrofágok. Na kapják az algulok. Rázágulok. Sajnál egy lélek gonosz dolog történetett errefelem. Ahol a macska és a farkas játszik, új küldetés. De nekünk, tehát hogy értem, hogy kaptam egy ilyen küldetést, de én nem ezt akarom csinálni. Ja, hogy vége lett? Vége lett? Nem mindegy, kinek segítettünk? Lényeg, hogy meghalt mindenki. Szevasz, Novo papim. Ahol a macska és a farkas játszik. Geralt sokszor mondogatta, hogy minden Witcher megbízás ugyanolyan. Elolvasod a felhívást, megkeresed, aki kifüggesztette, alkudozol az áron, megkeresed a szemtanúkat, stb. Ugyanaz orvérzésig. Én azonban mindig úgy tartottam, hogy a felszínes hasonlóságok alatt tengermély különbségek húzódtak. Például Geraltnia kiterítette, hogy a megbízói maguk szabadították magukra a fenevadat, míg máskor rádöbbent, hogy a kérdéses szörny megölése csak egy nagyobb és persze sötét terv része volt. És egyszer Honortonban. Ah, hát az egészen más megbízatás volt. Hoppácska, ha! Nekrofágok szétépték a testet, de nem ez ölte meg. Mi történhetett akkor itt? Valaki jó módú, különösen Velenhez képest. Egy lesi feje, éles késsel vágták le. Nocsak, valaki megelőzött? Kard ejtette sebek? Még ég a tűz, ez nem rég történhetett. Milészen Temeria sorsam? Temeria. Valaha a tejjel mézzel folyó vidék. Miben sértette meg az isteneket, hogy így kegyetlenül elbántak vele? Egyeseknek Észak gyöngyszeme, másoknak a Nilfgaardi lovasság felvonuló terepe. Az az ország, amely két háborút is átvészelt a császárság ellen. Így zajlottak a legvéresebb csatáik. Temeriába estek meg
estek meg a legbestiárisabb gonosz tetteik, de Mary a civil lakosságának kellett szembenézni a háború szörnyűségeinek oroszlán részével. És bizony kibírtuk, bátran és állatatosan. Egészen nagyszerű védelmezőnk Foltest király haláláig. Akkor a gondviselés elfordította változékony arcát Temeriától. Az elnök módon meggyilkolt Foltest nem hagyott Temeriára érdemes utódot, így hát minden nemű csúfság szabdalta szét a testét, mint a dögevők. Nem volt már több szövetségese. Senki sem emlékezett, hogy valaha mi voltunk a pajzs, ami megvédte Északot az őrült táncos terveitől. Aki ellenségei sírkövét a bálterem padlatába döngölte. Most már nincs többé szabad és független Temeria. Sötét napkorong látszik minden bástyafokán. De vannak még Temeriek, és mindig is lesznek. Ameddig az embereknek hite van, a Vitorlónak, aki elfoglalta szeretett fővárosunkat, Vizimát, és sajátjaként tekint rá, mindig félve kell a háta mögé pillantania, mert az árnyak közt nem csak egyetlen tőr lapul, hanem a tőrök egész nemzetének ereje, várva a pillanatra, amikor lesújthat az igazsággal. Szia, Damien! Szevasztok, srácok! Elvágott gyomor, valószínűleg a gazdáját védtem. A kutyus. Az első vágás felvágta az ütőeret, a második is ütőeret ért. Gyorsan meghalt, nem harcolt. Nem is védekezett, lemészárolták. Kartpenge nyoma átvágta a gerincét. Nem tudott mozdulni, elvérzett. Na és az utolsó épület, srácok, az jön most. Penge átszúrta a belső szerveket. Jaj! Tehát ott tartottunk, hogy... Penge átszúrta a belső szerveket. Ennyi. Akkor ő azt hittem, hogy van tovább. Retesz, ketté tört. Vágásom, nem ilyek, de verő eret értek. Vér valamivel keveredve. Ez a szag. Alkohol, valami földrög, sisakvirág, gyógyír. Alcohol, earthball, the wolf's bane, a potion. This blood didn't come. Ez nem egy földműves vére. Pitchfork. Vasvilla, közelharcba veszélyes. Könnyékből levágott kar, egy csapással. Imperial mustache. Birodalmi bajosz, húsos arc, fontos ember lehetett. A halál oka a készszúrás, a bordák közt egyenesen a szívében. Van valami a kezében. Ezüstlánc. Elszakadt, letépte valakiről. A francba, állj! Hát ott van a lábnyom. Tudjuk követni? Az helyzet rá kéne nyomni. Egy baba és egy gyerek lábnyomai. Birodalmi baba az... Palpatine teremtett birodalmi babákat. Az uralkodó, a császár. Aha. Ott bement, egyik ablakon be, a másikon ki. Igen, itt megy tovább. Ott a kislány. Hello! Ne aggódj, nem foglak bántani. Vele már találkoztunk. Hagyj békén, gyilkos! Tévedsz én. Macska szemed van, mondd mind neki.
Pont mint kine? Hát várjál, mert én Witcher vagyok. That's because I'm a Witcher. Szörnyeket ölök. Ő is ugyanezt mondta, látod mit csinált? Két kard volt a hátán? Nem mondok semmit, hagyd békén! Megtaláltam a babádat. Nem akarok jelet használni, csak hogyha muszáj. Szeplősképű uraságnak hívják a babáját. Add vissza, kérlek. Előbb mondd el, mi történt. Oh, you'll get him back. But you gotta tell me what happened here first. Bágy szóra. Cross my heart. Bágy szóra. Hát az erdő kísértet járta. Valami ridélc vagy mi. Szobemir bácsi azt mondta, legjobb, ha Witchert hívunk. Jött is egy. Nagyon hasonlított rád, de gonosz volt a tekintete. Elhozta nekünk a fejét, csak hogy Szobemir bácsi nem volt boldog valami miatt. Kiabáltak és veszekedtek. Aztán bementek a fészerbe és... Jobbának másféle babái voltak. Jó, amúgy nem kell többet mondania. Think I know the rest. A többit már tudom. Engem elengedett, nem tudom miért. Aztán arra ment a kör felé, ahol ajándékokat hagyunk az isteneknek. Én elrejtőztem a fészerbe. Ezt a szalma között találtam. A macska iskola. Wow. What'll you do? Got any family around here? Oretonba fog menni a nénikéjéhez. I'll take you to her. Elviszlek oda, de előbb meg kell találnom ezt a rossz embert. Wait here for me. Itt vár rám, szeplős képű uraság majd vigyázz rád. Maradj nyugton és csendben. Understood? Megértetted? Sit tight, kid. Tarts ki, kölyök. Ha kör felé ment tovább, akkor ott kell kezdenem. Macska suli, aha. A kőkör körül kell néznem. Ja, várjatok, hajnali kettő van. Lábnyomok, alig láthatóak, csak ő lehet. Durva lesz egy másik Witcherrel találkozni. Vér még friss, a közelbe lehet. Jó. Valahogy azt érzem, hogy egy vajákkal kevesebb lesz nem sokára. Hát mindjárt kiderül. Az helyzet, a vajákok már így is kialóba vannak. Itt van. Szintén Witchen. Lám, kicsi a világ. Tehát Géten a neve. Elvesztettél valamit. Azért jöttél ideig, hogy visszaadd a medálomat. Köszönöm, örülök, hogy létezik még bajtársiasság. De a népszerűségünk az utolsókat rúgja. Az emberek nem felejtik el könnyen az ilyen mészállást. A foglalkozási ártalom bármelyikünkkel megtörténhetett volna. Mit csinálsz még itt? Még nem tudom, beszélnünk kell. And we'll see. Előbb beszélgetünk, aztán meglátjuk. I'll stand. Állva maradok. Now talk. Most pedig beszélj, mi történt. Honorton, what happened?
Ugyan már tudod, mi történt? Tudod, mit akartak fizetni a fejért? Találd ki! Nincs kedvem találgatni. Amit megláttalak, tudtam, hogy nem a szórakozós fajta vagy. 12. Érted, haver? 12 koronát. Alig fedezi a főzeteim hozzávalóit. Miben egyeztetek meg? Ennek a többszörösében, de mikor a fizetésre került sor, ismered a dörgést. Jó uram, éheznek a gyermekeim, háború van, Istenek kegyelméből, legyen megértő. Ismerős. Ez még nem oka mészállásra. Még nem végeztem. Mondtam nekik, hogy nincs kedvezmény, és ha nem látok aranyat, akkor visszasírják még a lesit. Ettől aztán elkomorodtak. Végül megszólalt a legvénebb. Nyugodjon meg, Witcher uram. A fiúkkal elrejtettünk némi aranyat a fészerben, hogy a váró emberei ne vigyék el. Jöjjön, csak megkapja a pénzét. Be is döltem neki. A bolondját járatták velem. Az egyik szóval tartott, míg a másik hátba akart szúrni a vasvillával. Lambertet én mindig meg akartam ölni, szerintem a játék legidegesítőbb karaktere. Az a hosszú hajú, mármint hogy így közepesen hosszú hajú Witcher, ugye? Lambert. Nem. Ja, tudom már, akkor ő a rövid hajó volt, aha. Nálam. Nem emlékszem, hogy vele mi van. Ő Eskel, akkor kevertem. Akkor kevertem, srácok. És hogyan éltett túl? Vasvilla, jó nagyot bök, túl jól ismerem. Az utolsó pillanatban elfordultam. A hegyes sekély sebet ejtett. Oldalról szúlt és elhibázta a tüdőmet. Bevallom, elvesztettem a fejemet. Hozzászoktam már a szoros jutalmakhoz, az átverésekhez, a könyörgésekhez, hogy segítsek nekik, hogy aztán leköpjenek, de megölni, hogy csak hogy spóroljanak néhány koronát. Ilyen szarháziakat kell védelmeznem. Szóval előhúztam az acélt. És elsütettem, míg a föld iszamlós nem lett a vértől. Miért kímélted meg a lányt? Mert nem számít. Azért kérdeztem, mert számít, beszélj. A húgom jutott róla eszembe, ahogy emlékeztem rám, mielőtt elvittek volna a macska iskolájába. Mi van velem? Meghalt vagy 10 évvel ezelőtt, öreg volt már. No, megvolt a szívhez szóló beszélgetésünk, mint Witcher a Witcherrel, és most? Sok ártatlan ember meghalt a faluban. Igen, így van, az én saram. Kicsit elragadtattam magam. Nem ez az első alkalom, ugye? Meg akarsz ölni, farkas? Rendben, elő a karddal, de ne kényszeríts, hogy bevalljak mindent. Ezért nem hiszem, hogy megfizetnek minket, srácok, hogy Witchert öljünk. Viszont, ha nem ez az első alkalom, hogy embereket mészáról lemert bepöccen, akkor ez nem biztos, hogy egy jó üzenet a világ felé, hogy milyenek a Witcherek. Szóval alapvetően nem harcolnék vele, viszont ha egyet most megölünk, hogy megmentsünk sokat, akkor viszont igen. Tehát, hogy... Stand and fight. Wow. So that chat. What the hell was the point? I give folk a chance to defend themselves, unlike you. Tehát, hogy ha még azokat ölte volna meg. Regular defender of the downtrodden.
akik bántották, akkor megértem, de mindenkit. Mindenkit. Mindenkit lemészárolt. Fine. Drink. Much appreciated. Behold, witcher with honor. Mondjuk Geralt is and no brains. Olyanom nekem is van. Hát el kéne találni. Azt mondta, hogy nincs agyam. Ezek után... Ezek után, hogy tisztességes voltam a harcba, hagytam, hogy gyógyítson magán, és még ránk is támad. Hát ezek után én azt mondom, srácok, hogy nem döntöttünk rosszul. Nyomtuk itt a Fairfight-ot, de hát ez nem érdekeltem. Amúgy tényleg szemétség volt, ahogy becsalogatták a pajtába, hogy megöljék őt. Az nagy szemétség volt. De ez még nem ok arra, hogy mindenkit lemészároljon. You're back! I thought you'd not return. That he'd hurt you too. I'm fine. And he won't hurt anyone ever again. You'll take me to my auntie's. It's awful here. Elviszük a nénikéjéhez, srácok. Szia, Dátvidor. Szevasztok, srácok. Ülhetek a nyakadba? Milyen fejet vág Geralt? Ha megígéred, hogy nem húzod a hajamat, akkor gyere, gyere a nyakamban. Ja, simán lehet, hogy csak kamuzott nekünk. Ja. Auntie Lucy! Lucy néni! What are you doing here, you naughty girl? Cause... back in the village... there's no... Na. I'll explain. De menj és játsz egy kicsit, mi majd elmagyarázzuk Lucy néninek. There was a massacre in Mészárlás történt Honortonba. Csak ő élte túl egyedül. Gods, what happened? A bandit attack? Hát ha most azt mondjuk, hogy egy másik Witcher volt, az a helyzet, itt nagyon-nagyon-nagyon egyszerűek az emberek. Iszonyatosan egyszerűek. Szóval, ha azt mondom, hogy Witcher volt, akkor magam alatt fogom ásni a helyzetet. Hogyha azt mondom, hogy olyasmi, akkor hazudunk. Hogyha kísértet végzett velük, akkor az egy fél igazság. Az egy fél igazság. Az olyasmi az egyértelműen hazugság. A kettes az igazság, a harmadik meg egy fél hazugság. De... én megmondom nektek őszintén, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szól ahhoz, hogyha az igazságot mondjuk el. Szóval... ha... magamnak jót akarok, akkor a hármast mondom. Vagy az egyest. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond a kettesre. Tehát, hogy... csak kíváncsi vagyok. No, another witcher did it. Villagers provoked him. Egy másik witcher volt, és a falusiak provokáltak. Szívtelenek vagytok és gonoszak! Gyilkosok vagytok mind! Megkapta a méltó büntetését, erről ennyit. És akkor mi van? Azt talán megoldja a dolgokat? Azt hiszed, az emberek elfelejtik? They'll continue to fear us, hate us.
mindenki félni fog meggyűlölni minket, de már ehhez hozzászoktunk. De ez nem is számít, mert nem békét kötni jöttem. Jobb lenne, hogyha magammal vinném. Gyilkosnak nevel ezzel, aztán még rám tuk megnád a gyereket? Négy unokám van, korábban hatan voltak, de kettőt eltemettünk a télen. Nem lehet megélni csak kéreglevesből. Adok neki pénzt. De csak ennivalót vegyél belőle. Ilyen sokat az Istenek jutalmazzanak meg, Witcher uram. Áldassék a neved. Egy gyilkos. Csak ennivalóra adtunk neki pénzt, hogyha inni fognak, és ide visszajövünk, akkor megbüntetjük őket. Visszajössz majd egyszer és meglátogatsz? Talán. Vigyázz magadra, kölyök. Veszünk egy kis lisztet és csinálunk egy kis palacsintát, jó lesz? Hát, megmondom őszintén, ez egy érdekes küldi volt. Pont úgy néz ki a néni, mint aki csak ennivalót fog benni. Na ja. Üdv, kapott pénz és egyből drága kaját készít. Hát a kéregleves után rögtön a palacsinta. Megleszek a vasvillázva. Hát szerintem ez a néni olyan egyszerű, hogy azt se tudja, hogy több iskolája van a Witchereknek. Szóval, hogy így nem hiszem, hogy bárkit is szídni fog. Ja, nagyon jók a szájkvesztek, én is azért nyomatom ezeket. Pihenj egy kicsit és menj vissza. Okés. Na tehát akkor nyomunk egy ilyet, egy meditációt. Akkor várunk még egy kicsit többet. Nincs semmi, srácok. Bár itt a boltossal nem beszéltünk. Imádom, elmond mindenek, de amint pénzt kap, a jóisten áldjon meg. Igen. Na nézzük. Itt a kovács. Mutasd, mit árulsz. Na és akkor kellenek nekünk ábrák. Az összes ábra. És eladjuk, amink van. Ezüst vicsárkard, törpenge, ilyen-olyan cucc. Mi? Már elfogyott a pénze? Hát még csak most kezdtük. Még csak most kezdtük, srácok. Nyomol vasonadrág. Tessék, roham kesztyű. Na azt el tudjuk adni? 103. És az? 16. Micsoda? Rívjai Geralt Celsen puskáját eladtuk? Számszeria. Na de várjunk. Hát akkor most nincsen számszeriam? Hát de ott van. 16-20. Na várjunk. Hát akkor ezek szerint... Na várjunk. Ez hogy történhetett meg ilyen? So. Tehát... Rívjai Geralt számszeria, ez pedig a számszeri. Értem. 31-es, az meg 26-os.
Yeah? Hát ez érdekes volt. Na, és akkor 12-ért lehet eladni. Jó. És van itt egy vendor is valahol. Na de hol a vendor? Ott. Szóval itt nem mutat nekem semmilyen küldit, srácok. Pénzed van-e? Van. Hát akkor játszunk egy vintet! Nem bánnék néhány partit. Azt nézzétek. Jó. Lett parancsnoki kürtünk. Na hát akkor ki is vesszük őket. Féknyomolvasó. Na drág, nincs elég a kártya. Micsoda? Pam-pa-ra-pa-pam. Hát, nézzük csak. Őt kivesszük, és akkor beleteszünk kettő ilyet. Hadd szóljon. Tehén marad. Ötöst lecseréljük parancsnoki kürttel. Jézusom, nagyon bitang ez a mostani ostrom szakértő. Hát az ostrom szakértő az így maradt, ugye? Na, tehát lerakott egy négyest. És itt van Vezemir. Hát akkor nem is tudom amúgy. Plusz egy mindenkinek ebbe a sorban. Na nézzük, srácok. Amúgy a Telnet kellett volna elsőnek lerakni. Na. Hozza a parancsnoki kürtöt. Én is hozhatom a parancsnoki kürtöt. Na nézd csak, parancsnoki kürt. Na, mit mondasz erre? Értem, akkor feladjuk. Nem tudtam, hogy a felpezserés kettőt is feléget. Ez nekem új volt. Megöli a legerősebb lapot a csatamezőn. Nem tudtam, hogy kettőt is megöl. Na hát, mi is lerakjuk Johnt. Vagy előtte inkább húzni kéne. Az helyzet lesz még egy kör. Lesz még egy kör. Én a tehenet kérem. Ja, az összes egység kapja a legerősebbek közül. Megmarsa pont a rendelkező lapot öli meg, ha több ilyen van, leveszi mind. Ja, ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam.
az gond. Az a kürt, az nagy, nagy gondot. Utolsó lapunk. Letesszük. Ez a gond, hogy ez bukó így sajnos. 44. Aiha, hát igen. Ja, ez szívás. Ez nagy szívás volt, hogy felperzsált. Greetings! Megnézzük még egyszer, hát nem lesz ilyen szerencséje. Azából csak lapokat akarunk tőle elnyerni. Termesztő fagy, az igazából maradhat. Ostrom szakértő. Hát szerintem ez nem kell. Na ez így jobb. Jó, akkor lerakjuk Dijkstrát. A tehén az azt csinálja, hogy ha lerakom, akkor egy nagy erejű egységet fog a helyére tenni, majd a következő körben. Elég király. Ennek is van Dijkstrája, ez nem meglepő. Sose voltál? Hát elég menő a tehén. Hát, rakjuk le őket. Tálert is lerakott. Ja, kéne sok kém. Kéne sok kém a pakliban. Na hát, egy jó égetés, ugye? Sajnos még mindig jóval több lapja van. De a helyzet megint a hajítógéppel nem fogunk tudni mit csinálni. Jó, kirakunk egy ilyen kártyát. Még ki kéne húzni tőle kártyákat. Igen, megint kettő lapot égetett el, ez megint egy durva húzás volt tőlem. Jó, kezdjük újra. Greetings! Wouldn't mind a few rounds of Hát nem lehet jobb a helyzet. 1-2-3, 1-2-3. 9-12. Hát szkolyát tehát még mindig nem tudunk csinálni. Szörnyeset sem. Császárságot sem. Hát jó. Ködöt tudunk húzni. Az összes ostrom egységed erejét megduplázza. Ez amúgy elég király lenne. De olyanunk nincsen még. Ostromlapok erősségét mindkét játékosnál egyre állítja. Na ez jó. Bár ugye ezt le fogja szedni, tehát hogy tök mindegy. Stannis herceg, őt parancsnoki kürt, wow.
És Keirát Filippára cseréltük? Igen. Na. Nyomott egy parancsnoki küldött, ostoba. Érünk egy tehenet. Odaadjuk neki majd ezt a kört. A spy azért jó, mert odaadjuk neki, és mi húzunk egy lapot. Tehát kijátszottunk egy lapot, és kapunk egyet. És ezt szerintem ezt a kört oda is adjuk neki. Hát, tehát, hogy elnyomott egy kürtöt. Mondjuk le lehetne hozni. Csak az helyzet, le kell raknom ahhoz 3 lapot. Bár elég 2-t is. Ugye? Na, hát mondjuk de 3-at, nem baj. Na. Elpasszolta, 3 lap, ő egyel többe van, nem tudom, ez lehet, hogy nem volt jó döntés. De lehoztuk. Na, hát nem kaptunk jó lapot, nem baj. Tehát még mindig el tudja égetni a legerősebb egységünket, úgyhogy lehet, hogy nem a hős lappal kéne kezdeni. Nézzük, hogy mik vannak itt. Az a helyzet, hogy egy vezimért tudunk húzni innen. Hát, yes. Ős nem lehet égetni vele? Ó, ez nagyon jó hír. Ez nagyon jó hír. Ezekre tudunk rakni egy kürtöt. De még mindig túl sok egysége van. Az helyzet, ezt elnyomhatom. Elnyomunk egy ilyet, mit szóltak? Hát, ha leszedi. Hát, ha hülye az AI. Én bízom benne, hogy az AI leszedi. Ezzel főleg magam szivattam meg egyébként. Le kell, hogy szedje, srácok. Csak abba bízhatunk. Oh. Jó. Passzolunk. 3 lapja van. Ott van! Csak úgy tudtuk megnyerni, srácok, hogy az AI elnyomta hülyén a vezérképességet. Hú, ez nagy mázli volt. Ez mázli volt, srácok. Kaptunk egy felderítőt. Greetings. Köszi, köszi, srácok. Igen, elsőre. Az álcát tedd be a pakliba, mert fel tudod venni az ő kémiét vele. Ó, ezt tetszik. Ahol csak tudsz vásárolni össze minden lapot. Ja, most az a terv. Most az a terv, srácok. Farewell. Na, tehát akkor oda megyünk, és akkor küldetések. Tehát nincsen már Witcher megbízás sem. Szóval most jönnek a... másodlagos küldik.
menjen egy lóverseny. Hoppá. Jól van, megnézzük akkor majd ezt az álcát. Kevesebb időjárás lapka. Hát csak az a helyzet, hogy nincsenek értelmesebb lapjaim. Az álcát, azt meg még nem próbáltam. Megint 11 óra 26 van, esik az eső, megállás nélkül. Úgyhogy most azt csináljuk, hogy ahol van kereskedő, vagy ahol lehet gintezni, azt nyomjuk. Lapokat kell elnyerni. Can we talk? Aye. Long as it's short and to the point, because I don't wag my tongue for jollies. They call me Radko. Az ő neve Radko, és lóversenyeket rendez. You must have heard talk. Wanna try? Say the word. Don't sod off. Jelentkezünk, srácok, a lóversenyre. Don't need no signing. Long as you're here, come sunset and bring gold for the betting. Ah, finally here. Rules are simple. Choose who you're gonna run against, make your wager, then ride to Black Bow and back. First the winner, second the bleeding cunt. Got it? Kiválasztjuk, hogy ki ellen indulunk. Struttering Matko, Iron Horse Hans, or Black Bogdan. Dadogos Matko, vasseggű Hans, vagy fekete Bogdan. Mi történik, mi a sok törlés? A törlés azok azért vannak, srácok, mert olyan dolgok történnek a cseten, ami nyugalmat megzavaró vagy felkavaró, úgyhogy nem kell a törlésekkel foglalkozni. Azért van törlés, hogy ne legyen ott a cseten. Ennyi. Hogy ne beszéljünk róla. Dadogós Matko. Hát nem tudom, legyen a Dadogós Matko. I'll take Stuttering Matt. Meglátod, hogy én... Fuck it. Come on, let's set the wager and get racing. Vegyétek meg a téteket és mehet a verseny. 3-2-1, na várjál. Hát szerintem mindenkit le tudunk győzni, mert hogy a legeslegyorsabb mindenségünk van. Tehát... Hollószirten nem sok szórakozási lehetőség van, ezért a báró emberei mindig keresik, miképp mulathatnák az időt. Egyik kedvencük az éjszakai lóverseny, és az ezzel együtt járó baráti, vagy nem olyan baráti fogadások. Noha a Witchernek számos más dologgal kellett foglalkoznia, úgy határozott, van néhány üres perce, hogy részt vegyen egy ilyen versenyen. A káromkodást azt nem dadogta. Semmi gond, George. Bárki előfordulhat. De most ez mi volt, srácok? Miért állt meg, keszeg? És az enemy miért állt meg? Srácok, itt egy küldő. Nem jó fele mentünk, srácok. Ez bukó lesz így. Bevárt minket, nagyon rendes az AI. Már valószínűleg... És az utolsó pillanatban győztünk, mert bevárt minket. Jól ismerjük a jobbakat, mint az lovakat, mint a szörnyeket. Versenyzel vagy sem?
versenynyerget kaptunk. Don't need no signing. Good day, Grey One. Jó napot, szürke. Vasseggű Hanszal. Let's see how that iron ass holds. Lássuk, mennyit bír az a vasság. Gyerünk, Hans. Spent half my life on horseback. Fél életét a lóháton töltöttem. Másik felét pónikon. Come on, let's set the wager and get racing. A híd előtt automatikusan belassít. Elég nagy bug, megjelenés óta benne van. Aha. Na látod, ezért van vassegge. Esebent. Ez most itt micsoda? Hordókat dobtak az útra, láttátok? Nem értettem, hogy mi ez a lassítás. De... fú, srácok! Ez kiégetős. Igen, tessék, arany. Versenyzünk, igen, jelentkezünk, mehet, igen. Jó napot, szürke. Kivel versenyzünk? Fekete Bogdán. Mehetünk egy körre. Megtettük a téteket, mehet a verseny. Na nézzük. Na most nincsenek hordók. Nagyon jó. Jó. Szélsebes achievement, srácok. Szélsebes. Nice, nice. You seem to know horses as well as you do monster. Jó. Kész. Nyerd meg az összes lovas versenyt. Kaptunk szemellenzőt, meg mindent. Azért jövünk erre, srácok, mert látunk egy küldetésmenet közben. Király volt ez a versenyzés. Come on. Erre kell szerintetek menni, ez az az út? Nem. Lóverseny volt, és ott a híd. Akkor rossz fele mentünk. Üdv mindenkinek közben, srácok. Ha-hó, ha-hó. Igen, itt szépen átfutunk. És itt lesz a híd. Witcher mester, segítsen egy öreg nagymamám vagy mi. What's the matter? A monster bothering you? Mi a gond, egy szörnyzaklat? Nem, egy kísértet? Sajnálom, nem segíthetek.
Can you tell me anything? Mesélj róla. Tudod, Jacamar az álmaiban kísért. Jacamar a férjem, illetve volt, ameddig meg nem halt a háborúban. Fejtám Lanál áll és jajong. Oly sok éven át, külön olyan bús vagyok odát, jel hozzám. Én azt mondom, eljövök Jacamar, de csak ha az istenek elszólítanak, nem előbb. Aztán azt mondja. Hagyd a nászi gyűrűd a síromnál, az könnyebbé teszi a várakozást. És ott is hagynám, ha nem lenne olyan ijesztő a rengeteg. Szóval úgy gondoltam, talán te? Ez a nő ugyanúgy néz ki, mint a nagynéni, akire hagytad a kistányt. Ja, de ugyanúgy néznek ki sajnos ezek a melléküldis arcok, úgyhogy a kislányjal is akkor találkoztunk először, szóval, hogy... Ja... Ezek ugyanúgy néznek ki. Biztos, hogy a férjed kísért? Azt mondod, nem ismerem fel a saját uramat. Öreg vagyok, de nem bolond. Nem így értettem. Vannak lidércek, akik álcát öltenek. Elhalt szeretteink képében. Az álcák például, vagy métejek. Srácok! Ide jött húgyozni valaki a kép... Jézusom! Láttátok? Ide jött kamerába húgyozni jobb oldalt a katona csávó. A riviai csatára gondolt. Tehát, miről volt szó amúgy? Táncoltunk bele Pein idején, hogy ölték meg a Redánok Ridénnél. Rind? Vagy összekevertél valamit, vagy tényleg nagyon öreg vagy? Az a csata 80 évvel ezelőtt volt. Ó, ja, csak nyelvbotlás, a riviai csatára gondoltam. Neked gyanús, hogy valaki csak le akarja húzni a gyűrű éjszélon. Igen, az öregek is csak úgy, tehát hogy az öreg mellék karakterek is olyanok, hogy így fiatal testre egy öreg arc. Na jó, hát csináljuk, bár a... Nagyon, nagyon gyanús ez a küldi. Vedd a gyűrűm, oda vitt a gyere vissza a jutalomért. A falu közepén él egy kunyhóba, az unokájával, akit úgy hívnak, hogy Lesi. Érdekes. Az utolsó kenet. Kit kell megkenni, srácok? A kecskét? Ha ez az. Ez lesz Jacamar sírja. Mit mond egyébként? Az öreg asszony épp úgy nézett ki, mint velen számos más özvegye, de a szeme talán több nehézséget látott életében, mint az átlag. Talán ezért volt, hogy a férje szelleme kísértette, aki évekkel ezelőtt halt meg a háborúban. A kísértet megkérte az asszonyt, hogy vigye el a jegygyűrűjét a sírjához. A temető azonban túlságosan messze volt az idős asszonynak, így megkérte Geráltot, hogy vigye el helyette. A viselés szíve megesett rajta és úgy döntött, eleget tesz ennek a különös kérésnek. 90 lépés volt, srácok, az öreg asszonytól a sír, a temető. All right. That's done. Várjunk csak. Hmm.
Na jó, hát hol van ez a hely? Aha, látom. Látom, ott van. Okay. Még próbáljuk meg várni egy kicsit, hátha. Nem, nincs semmi. Akkor visszamegyünk. Beszélgetésre azt mondta, hogy fél ide eljönni. Nem volt itt pedig semmi. Mi nem találkoztunk az öreg úrral. Itt lenne az árus, hogyha nappal lenne. Még várjunk egy kicsit? Tessék, dél. Délben csak itt lesz a vendor, nem? Még délben sincs itt a vendor. Az jó. Szoktak politikusok elsőragú szajhákat gyilkolni? Természetes. Vagy csoda? Ez hogy jön ide szerintetek? Up for a few rounds of Gwent? Na, neki van kedve gwintezni. De hát itt nincs itt a vendor. Na, azt mondtátok, az álcát ki kéne próbálni. Na, hát akkor kiveszünk egy ilyet, beteszünk egy olyat. Hacoljon. Na, ő szkolyat ellen nyomja. Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-ra. Na, ki kéne cserélni West. Oké, és akkor cserél ki Vezemért. Na, kapsz egy Stannis herceget. Ó. Na hát ezek azok a lapok, amik így VTF. Na tehát, cseréld ki egy lapra a csatamezőn, és azt visszaveheted a kezedbe. A csatamező az övé is, vagy az enyém is lehet? Ezt miért csinálta? Csak az enyém, aha. Hát, hogy lefagyasztotta a saját embereit. VTF! A csata mező a Battlefield. Hát nem tudom, én most lerakok egyet. Évek. Srácok. Ez érdekes. Hát van így jászunk. Tessék. Neki is van így jásza. Nekem 10-es így jászom van. Na erre mit lépsz? Azt hitt, hogy visszaveszed a kezedbe. Oké. Okay. Valamit vissza akarunk venni a kezembe? Nem. Aha. Ja. Ja. Hát... visszavesszük őt. Cseréld ki egy lapra a csatamezőn. Nem engedi. Ja, mert hogy hőslapot nem lehet visszavenni. Jó. Tessék.
Az ellenfelünk elpasszolt. Jó. Hát jó. Elpasszolt, srácok. Én jövök. Na hát, föl tudjuk húzni a tehenet. És meg föl tudjuk hozni Jónást is. Tessünk. Ja, azt nem engedi felhúzni. Hát akkor az ostrom szakértőket tessék. Azt nem tudtam, hogy nem engedi felhúzni. Ja, hogy hűs vagy különleges lap nem lehet. Az gond. Lehet olvasni is kellett volna, srácok. Hát itt gyakorlatilag megszivatta magát az enemy, azt láthattátok. Jó, rámegyünk a megalázásra, jó? Tessék. Hát jó. Honnan szedted az ezüstöt? Imlerit. Olvasni az nagyon. 2021. Na, lehet venni tőle Adalbert Kermit második térképe. Az jöhet. Kis Morana Rónakő. 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 Még kő Róna és még kő Róna meg. Még Rónakő. Mi lesz a következő, hogy ne ingyenesekkel játsz? Hát, ugye. Ez is Dombi kard, 111-jel tessék. Mérgezés esélye, 308. Én ilyeneket nem akarok eladni. Égés okozás, 5%. Na, ezeket viszont el lehetne adni. Szemmel lenző 20, állóképesség 35, mehet. 40, gyerektáska 30, mehet. 70, 100, a ló pánik szintje 60, illetve 20. So long. 60, aha, az akkor marad. Na nézzük. Yeah. So long. Tehát, ez hol is volt? Itt. Ezt eladjuk mindenféleképp. Az meg akkor marad az Erikán ló szemellenző. Nyeregtáska mehet szintén. És ahogy látom, még el lehet itt adni jóságokat. Rubintos aranygyűrű. Tuszán Ódon térképen, hát azt se adjuk el. Yennefer szobájának kulcsát, azt se adjuk el, srácok. Mire kivonat 500, azt a rohadt, srácok. Na, csináltunk egy kis pénzt. So long. De a boltos még mindig nincs itt. A boltos még mindig nincs itt. De elvileg itt van még egy boltos. Veszel, vagy csak lézengsz? Show me what you've got. Ja, ő nem árul semmit. So long. Olyan hosszú. Witcher. Ő a Lassie. Witcher, mi szélt hozott ide? Elvittük a gyűrűt. Lassie, right? Lassie, ugye? A nagymaláddal szeretnék beszélni. A nagy... De hát ő évekkel ezelőtt meghalt. Azt hiszem, a kísértettel beszéltem.
Why wasn't she buried? Miért nem temetétek el a férje mellé? Nem tudom biztosan, akkor még csak kislány voltam. Az anyám azt mondta nem sokkal azelőtt, hogy meghaltam, egy megtudta, hogy a nagyapámnak szeretői voltak. Nem akart mellette nyugodni. Úgy látom, meggondolta magát, azt akarta, hogy valami összekösse a férjével a túlvilágon. Ő nem kért segítséget. Nézz elhinni, de te olyan becsületesnek nézel ki. Ha segíthetél a nagyinak, akkor jutalmat érdemelsz. Tessék. Nem sok, de félek ennyivel kell beérned. Milyen érdekes, hogy Yennefer szobájának kulcsát álmába vette fel, mégis nála van. Rónak a receteket kell vásárolni, találni fogsz jobbakat, nem annyira éri meg rákölteni a random fegyverekre. Aha. Hát én csak a recepteket akartam megvenni, hogy így minden meglegyen. Szóval azt mondja, hogy Keira a csodalámpájával idéz fel itt egy látomást. Tényleg, hát az azt jelenti, hogy látomás, bakker, hát francba ezt tökre elfelejtettem. Hogy az az ikon a látomást jelenti. Na mindjárt megnézzük, hogy azt hogy lehet megcsinálni. Ha van ötletetek, akkor nyugodtan. Én már nem emlékszem, hogy hogy kell. Nem emlékszem, hogy hol van a lámpa. Küldetés tárgyaknál kéne lenni, nem? Csoda lámpa, ez az, ugye? At last, will ye forgive me? Already have. Na, úgy néz ki, hogy a nagyi megbocsájtott egyébként. Ezt láthattátok itt. Milyen bíjedel megyek? Nem tudom. Fangasd ki Doloreszt a kastély a szörnyéről. Köszi, srácok. Velennen átvezető vándorútján Geralt egy Harsvölgy nevű faluba tartott pihenőt. Összeakadott egy gyászoló öregasszonya. Hogy mit gyászolt a néne? Az otthonát, mivel a kastélyba fészkelt szörnyetek miatt ágyra járóvá alacsonyodott, és kimerülőbe volt a költségvetése. Miután szóba elegyedett Geralttal, kérelni kezdte, szabadítsa meg a kastélyt a bestiától. Komoly értéket kínál cserébe. A láda kulcsát, melyben állítása szerint megtakarított pénzét tartotta. Geralt nem utasíthatta vissza egy éltes és megszorult asszony személy kérését, aki ilyen fejedelmi fizetséggel kecsegtette. Úgy döntött, hát, hogy kézbe veszi az ügyet. Ágyra járó az ugye nem az éjszakai pillangó. Hát mindjárt kiderül, hogy értették. Nem tudom amúgy milyen bildek vannak itt a játékban, én csak így kaszabolok, örgök forgók kaszabolok. Ha ez számít. Az érdekes, hogy ott a hirdető táblán vannak újra feladatok. De ez az utolsó küldetés, amit itt most megcsinálunk. Tessék, itt van még egy küldetés. What was that about? Ez meg mi volt? Mi lett velem öregségemre? Nincs tető a fejem felett egy közönséges bugris miatt.
Nemes úr lányaként jött a világra. What happened to him? Azok random generáltak? Nem vágom. Egy nap jött egy csavargó, vadász, egymásba szerettek, összeházasodtak. Úgy volt, hogy elköltöznek, a bátyja még meg is sértődött. Évek múltán visszatért, de nyomát se leálltam. Az emberek azt mondták, hogy szörnyek vették be magukat az otthonukba. Szörnyek a házban. Én megöletem őket. Witcher vagy, igaz? Igaz? A közönséges ember nem ennyire lelkes. A ház innen keletre áll, fogd a kulcsot, üzd el a szörnyeket, keresd a ládát, és a kincse, a vagyonja a miénk lesz. Akkor neked mi marad? Ettől lesz a fejem felett. És úgy alakul, más öröksége is van, amit eladjon. Tehát, ez a Reardon ház bukása. Szóval itt egy küldi. Süket vagy? Takarodj, mocskos mutáns! Honnan ez a nagy utálat a Witcherekkel szemben? Egyiktek idejön, telezabálja magát, átgondolja a dolgokat, aztán azt mondja, tesz egy szívességet és megöli a szörnyünket. Mi az ára, kérdeztem. Azt mondta, nem kell pénz, mert látja, hogy nincs semmink. Hát akkor mit akart? Olyat kér, amin van, de még nem tudok róla. Aztán elment. De mielőtt még az ajtó becsukódott, a lányom elkezdett jajveszékelni. Minek itatod az egereket? Igen. Bolyonjány azért itt, mert félt, hogy valami fennevad megöli a Witchert. Egy mutáns miatt nyíksz, mondtam. Erre ő azt mondja. A mocsok megbűvölte őt a gonosz személyvel és elcsábította. És hogy ez lesz a jutalma. A Witcher fattya. A Witcherek meddők. Mert nem tudnak gyereket nemzeni. De ez elcsábította a lányom, és meggyalázta a saját hajlékomba. Ezt nem bocsájtom meg. Mondd meg, merre van, elintézem nektek. A temetőben. Tehát, a bácsi azt mondja, hogy van szörny, akit le kéne győzni. És... azt mondta, hogy ez a Witcher, legalábbis aki Witchernek vallotta magát, teherbe ejtette a lányát. És a gyereket akarja magáénak. Ez érdekesebb küldinek tűnik ez az árvicsár. Geralt tudomást szerez egy Witcherről, aki néhány falu haragját kihívta. Kihívta már maga ellen velemben. Hársvögy egyik lakója azzal is megvádolta, hogy megejtette a lányát. Az egész ügy rendkívül gyanús volt, így hát a Geralt elhatározta, utána néz az igazságnak ebben az ügyben. Szia, Merebi! Tehát, ki lehet ez az árvicsen? Geralt, csak fel tudsz ugrani. Nagyon jól csinálod, nagyon jó. Ugly bastard. Witcher érzékeid segítségével keresd meg a sarlatánt a temetőben. Strange. Különös. Ott van, ott a Witcher. Éppen időben jöttél. Pillanattal később... A küzdő stílusod számomra egészen új. A csiga iskolájába készült fel? És honnan van farkasfejes medálja?
De igazából Witcher vagy? A Witcher? Miből jöttél rá? Ha nem piszkítok a gatyámba, ha megpillantok egy tetves gólt? Honnan van medál? Honnan van a medál? Vásároltam egy házaló ócskástól. Két Witcher? Csak egyet béreltünk fel. Ez a gólhoz két Witcher kell. Itt csak egy van. Only one Witcher here. This man's a charlatan. Travels from village to village cheating people. No, it's not like that. I can explain. Meg tudom magyarázni. He's a crook, a fraud. Ez egy csaló, egy szélhámos. Köszönjük, hogy leleplezted, Witcher uram. Engedjétek el. Na, vigyék az elöljáró elé. Engedjük el. Let him go this time. Never again. I swear. He's a halfwit, ain't he? Going after a ghoul. Things would be simple if the ghoul had torn him apart. As it is. Mennyivel egyszerűbb volna, ha a ghoul széttépte volna. Let him go. Engedjük el, de többé ne gyere a falunk közelébe. Rád puszítjuk a kutyákat, amíg egyszer meglátunk. Yeah. Milyen mutagéneket használok? Nem tudom. Nem tudom, srácok. Nem tudom, milyen bilde van, nem tudom, milyen mutagéneket használok. Ez egy 6 évvel ezelőtti mentés, most meg már csak mellékküldetéseket csinálunk. Három tapasztalati pont. Azt hittem, hogy ez a küldetés izgalmasabb lesz. Na tehát... ezt még itt fejezzük be. Ezt a küldit még fejezzük itt be, srácok. A Reardon ház bukását. Az a helyzet, hogyha tudom, hogy nem kapok semmilyen jutalmat, akkor azt mondom, hogy vigyék. Vigyék inkább a törvény elé. Na gyere, keszeg. Megjöttünk, srácok. Itt a kastély. Ez lesz az udvarháza, ami az öreg asszony említett. És itt egy bejárat. Öld meg a kastély szörnyeit. Aha. Zárva a kulcs kell hozzá. Nos, mindjárt megyünk vissza, srácok, csak nekem ez itt nagyon gyanús. Régóta nem járt már itt senki. Ez a fal olyan, mint a később emelték volna fel. Csontfáz a szekrényben. Legjobb családban is megesik. Férfi, 30-as éveiben, talán 40-es. Széldobált papírlapok. Elközelgethet
halálom órája. Az éhínség fog megölni. Tulajdonházam sötétjében, míg háznépem a termést hordja be a falak túloldalán. Hiába kiáltozom nekik, nem jut ki hang kőbörtönömből, ahová az átkozott Roderick elrekkentett. De nem ez a legnagyobb vétek, amit ellenem elkövetett. Elrabolta az én Doloresemet, én pedig megátkozom őt. 4000-szer átkozott, Gorsveleni Roderick. Nem azért, mert megfosztasz az életemtől, hanem mert elvette tőlem azt, aki értelmet adott neki. Bárki, aki megleli maradványaimat és ellebelet, kérlek keresd fel húgomat, Dolores Reardont, és tudasd vele az igazat, hogy az az ember ölt meg, aki elcsábította őt, aki miatt elhagyott. Roderick a veleni nyomoronc. Hátulról ütött le, bevonszolt ide és befalazott, míg eszméletlenül hevertem. Ahol sem volt bátorsága, hogy átvágja a torkomat. És mégis mindenek ellenére, azt remélem boldoggá teszi Doloreszt. Ha így lesz, békén nyugodhatok. Ha nem, szellemem hitvány élete fogytáig kísérti majd. Hogy úgy halljon meg, ahogy én. Magányosan és elfeledtem. Wow. Szegény arc. Hát akkor azért nem köszönt el a húgától. Mert hogy a csávó befalaszta. Ez komoly. Hát még jó, hogy ide lejöttünk, skacok. Ja, durva a sztori. Faster. De az a helyzet, hogy az öreg asszony az már így... Tehát, hogy az már egy öreg asszony a Dolores. Sokkal műves kellement olvasod. Na nézzük. Na Dolores, hol vagy? Mi történt az otthonommal? Most már biztonságos. Van azonban rossz hírem is, megtaláltam a bátyát holttestét befalazva. És ezt? Szóval Roderick a férjem ölte meg, az istenekre! Sajnálom. Az igazság néha kegyetlen, de a... Nem forgathatjuk vissza az időt. És esetleg megtaláltad a ládámat a kincseimmel? Nem, lehet, hogy valaki ellopta. Talán, annyi év telt el, de menj vissza és kutasd át alaposan. Semmi más nincs, amit felajánlhatni. Menjünk vissza oda, tehát hogy így, nem tudom, nem volt ott sem. Nem, tehát hogy nem tudtunk bemenni az ajtókon. Az volt a gond, hogy nem tudtunk bemenni az ajtón, be volt zárva. Adott egy kulcsot? Azt mondod, Ágnes? Akkor lehet, hogy több ajtón kellett volna próbálkozni. Több ajtónál. Mindjárt csak kapcsolunk világítást. Nagy világítást, a napot. Tehát ez az ajtó nem nyílt, ami itt volt. Azt írja, hogy kulcs kell hozzá.
Nézem a srácok, hogy mit lehetne itt csinálni. Így, szerinted tényleg ingyenes lesz a Witcher? Nem tudom, miért lenne ingyenes? Merőkanál. Ikreknek tűnnek. Biztos az öreg asszony fivére. Úgy néz ki, hogy itt nem volt más. Látszólag. Amúgy kapcsolok nektek mindjárt fényt. A vaskos pajta kulcs. Valaki itt élt valaha. Dolores. Dolores. Something here. Van itt valami, egy láda. 100 aranypénz. Hát megtaláltuk végül. A jutalmat. Ezért még körülnézünk itt. Doloreszre rárúgtuk az ajtót. És jól kiraboljuk. Szia, sziasztok, neked ez nagyon neked nagyon más ez a quest, mint ami nekem volt. Ja, mert nem nyitottam ki az ajtót, Mobu. Meg már előbb találtam meg a barlangot, gondolom. Vagy hogy egyáltalán megtaláltam a barlangot. For what you did, I must thank you again. Milyen volt a hazatérésed? Right? Hope there wasn't too much monster damage. A bit. Though time, I think, was the greater culprit. But I don't let it worry me. I spent my ebben a házba töltötte a fiatalságát és visszaállítja a pompáját. Hope this proves a peaceful home. Neked miben volt másabb, Mobu? Farewell, Witcher. And do take care of yourself. Nem csak amiatt, nekem volt itt egy ismerős arc. Na, kivel találkoztál itt? Jó. Megnéztünk itt mindent, amit csak lehetett. A Witcher 2-ben hozott döntésekkel van összefüggésben. Ja, értem. Értem. Jaj. Aha. Hát én ott már nem tudom, hogy, tehát hogy én nem játszottam a kettővel, és nem tudom, hogy ott milyen döntéseket választottam az elején, nem tudom, milyen döntéseket hoztam az elején. Na, hát srácok! Én úgy gondolom, hogy mára ennyi elég a Witcherből. Túl jó a játék, nehéz abba hagyni, még mindig. Látjátok, hogy most már csak ilyen kincsvadászos küldetések vannak hátra. Természetesen beszélni kéne az összes vendorral, meg kéne nézni az összes kérdőjelet, de egyelőre én csak annyit tudok nektek ígérni, hogy az összes küldetést, ami itt van, a naplóban, és veleni, illetve a térképen az összes ilyen hirdető táblás küldit,
azt megcsináljuk. Mindenhol, ahol csak lehet. A cél az az, hogy innen és innen mindent eltüntessünk. Ez a cél. Aztán, ha sikerül ezt mind megcsinálni, akkor utána jöhetnek a kérdőjelek. Látjátok, hogy rengeteg van. Szóval a kérdőjelek eltüntetésével fogjuk folytatni a játékot. Hát nem tudom, hogy ez hogy fog menni. Jó lenne megcsinálni itt az achievementeket a játékban. Ha lehet, akkor a lehető legtöbbet. A lényeg, hogy ezen indított van egy másik sidequestet is, azzal az ismerőssel. Ja, értem, Mobu. A kettő az lényegében kihagyható. Nem játszhatatlan, de a háromhoz képest nagyon gyatra, az egyhez képest meg nem tudom, fura. Én játszottam a kettővel, fura volt, az egy meg még furább volt. Ja, és a Gwinter is haladtunk, aminek szintén örülök. Így van, és most mentünk egyet. Ez majdnem kimaradt. A három után a kettő meg az egy egyébként biztosan fura. Kettő még lehet jó is, de annak is megszokhatatlan volt a harcrendszere. Az egyet azt mindenféleképpen szeretném majd játszani. De csak a szinkron miatt. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon fura volt minden az egybe, de a szinkron miatt hajlamos vagyok szemet húgyni. Úgyhogy szerintem fogjuk játszani a kettőt is, meg majd az egyet is. De először a hármat azt így be akarom fejezni. Úgyhogy, srácok, én ismét csak rendkívül élveztem ezt a játékot. Láttátok, hogy ismét haladtunk a küldikkel. Sőt, achievementeket is kaptunk. Méghozzá... most augusztus van, tehát augusztus 4-én. Megnyertük az összes lovas versenyt. Illetve megcsináltuk az összes Witcher megbízást, ami így a játékban van. Azért ez nagy szám.